Szeretettel köszöntök mindenkit 2022. január 6-án. Kedves hölgyek, tisztelt urak, örülök, hogy velünk tartanak. Nagyon szép számmal csatlakoztak hozzánk. Külön köszönet, hogy szilveszter után pár nappal velünk töltük ezt a kellemes délutánt. Immár lehet mondani, hogy az FMC mindig korán szeret indulni. Korán tartjuk az első évkezdő előadásunkat, konferenciánkat. Sajnos idén is online tudjuk csak tartani egy úgynevezett kerekasztal beszélgetés során, majd fogják látni a kedves kollégáimat, mindenki mellett ott van egy kedves kis kerekasztal. A konferencia alatt bátran feltetik a kérdéseiket írásban, mindenkinek utána fogunk majd válaszolni. Természetesen lesz majd játék, és rendhagyó módon az előadások alatt mi már előre el fogjuk mondani a válaszokat. A kérdéseket, mikor majd feladjuk, akkor majd a kollégám jelzik, hogy mikortól lehet majd játszani. Kövessék figyelemmel, gyönyörű ajándékaim vannak, nem mutathatom meg őket, mert a kolléganőm olyan gyönyörűen, pedig annyira szeretném kibontani ezt a pólót, annyira szeretem. Bíztatom önöket, hogy játszanak velünk, tartsanak velünk ebben a szűk 2-3 órában. És szeretném megkérni akkor a kereskedelmi igazgatónkat, Fazekas Károly, Karcsi, kérlek, nyisd meg akkor ezt a gyönyörű délutánunkat. Ákos, nagyon szépen köszönöm, és magam nevében is nagy szeretettel és tisztelettel üdvözlök minden résztvevőt. Már most szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy Ákos kollégám szeretett volna nagyot mondani a 3 órával. Bízom abban, hogy a mai programunk az 2 óránál nem lesz hosszabb, de igyekszünk azt a 2 órát lehetőleg minél tartalmasabban megtölteni. Január 6-a van, vízkeresztnapja. Amit még meg szeretnék említeni, hogy emellett Boldizsár napja is van, úgyhogy minden Boldizsár nevű nézőnket, hallgatókat ezúton köszöntök, illetve nagyon fontos, amit még szeretnék mondani, hogy ezúton kívánok mindenkinek egészségben és sikerekben gazdag, eredményes új évet. Az egészség ez különösen fontos, hiszen ezekben a, mondhatjuk azt idézőjelben, a Covid miatt vészteres időkben nagyon sok embernek megváltozott az élete. Én ezt nem részletezném, de ez is egy változás adott a mi életünkben is, hogy immáron 2. évben személyes részvétellel nem tudunk konferenciát tartani, pedig milyen jó lenne egymás kezét megszorítani, vagy egymás vállát átölelni, és úgy üdvözölni a régi kedves jó ismerősöket. Ehelyett ezt az online formát tudjuk választani. A jó kívánságokban benne szerepelt az eredményes is, mert hiszen azért dolgozunk, azért élünk, hogy eredményesen tudjuk zárni az évet, a munkánkat, és annak érdekében, hogy ezek az eredmények minél jobbak legyenek, igyekszünk előadások helyett egy kerekasztal beszélgetés formájában kollégáimmal közösen minél inkább kimondani a szakmai kérdésköröket. Én egy mai napon ebben a kettős szerepben bevezetőben, mint kereskedelmi igazgató, de innentől kezdve pedig, mint a közönség hangja, igyekszem megfogalmazni azokat a kérdéseket, amelyek fölmerülnek termelők, növényvédő szakmérnökök, cégvezeték részéről. Igyekszem olyan formában föltenni ezeket a kérdéseket, hogy a kollégáim ezekre megfelelően tudjanak válaszolni. Én mindjárt bele is vágnék az első kérdésbe. Kovács Gyula ügyvezető igazgatónkhoz fordulok, hogy nem könnyű kérdés ez, hogy az elmúlt években nagyon sokat hallunk növényvédőszer kivonásokról, hatósági út, visszavonások, egyebek, tehát az elérhető lehetőségek száma lényegesen csökken. Az FMC az hogyan képes válaszolni erre a helyzetre, hogyan készül egyrészt középtávon, vagy másrészt a 2030-at követő időszak kapcsán? Köszönöm szépen, Karcsi, a kérdést, és én is nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves résztvevőt a konferencián. Mielőtt megválaszolnám ezt a kérdést, visszautalnék erre a napra, 6-a, azért ez fontos. A konferencia napja, tehát ez már hosszú idő óta így él bennünk, hogy erre komolyan kell készülni, és komolyan is készültünk. De a 6-a, mint említetted, Boldizsár névnapja, aki az egyik unokámat is Boldizsárnak hívják, és a 6-a ma volt a... Itt van a konferencián? Még nem, de majd hátha. És a más szempontból pedig a legfiatalabb gyermekem ma is gázott rovartamból Gödöllőn MSC-n sikeresen, úgyhogy innen is gratulálok neki. A tanulás mindig meghozza az eredményét, de ezt nem mindenki vallja, ezt a dolgot. Na hát visszatérve a kérdésedre, igen, elég nehéz helyzetbe hozott minden céget az elmúlt időszaknak
a döntései, amit különösen az Európai Unió erőltet ránk, sokszor logikusan, sokszor logikátlanul. Ezért a cégeknek, kimondottan a fejlesztő cégeknek nagyon komoly kihívás elé kell nézniük, mert nem elég, hogy egy fejlesztés nagyon sokba kerül és sok ideig tart, több mint 10 évig manapság már. Eddig úgy voltunk felkészülve, hogy na mire egy fejlesztés hozunk, addig a már kiöregedett terméket lehet pótolni vele. Ezt a kiesést rendkívül módon felgyorsítja ez az Európai Uniós döntés, ami olyan helyzetet állítja a cégeket, hogy valamit ki kell találni, mert csak új termékekkel ezt nem lehet pótolni, ezt az ütemet. Ezért felértékelődnek a meglévő termékek, meglévő hagyományos növényvédő, klasszikus növényvédőszerek minden egyes fejlesztő cégnél is, és esetleg amivel ezelőtt 20 évvel már nem gondolkodtak volna benne, most olyan dolgokba is kell gondolkodni. Ilyenek például, hogy a kiterjesztése az egyes meglévő készítményeknek különböző új betegség, kártevő, kórokozók ellen, új növényekben, vagy esetleg a formulációknak a javítása, korszerűsítése, megújítása. Ilyen nálunk például, tudjuk, hogy a kapszulázott formuláció egy nagyon fontos az FMC területén. Ezt is át kell alakítani, és itt is most a műanyagmentesítés folyik, ami remélhetőleg egy modernebb és legalább olyan hatékony, vagy akár hatékonyabb megoldáshoz. De akár a kijuttatás technikában is, mert a hatékonyságnak azért egy nagyon fontos elem a kijuttatás technika. Lehet egy legjobb készítmény, és ha nem jó a kijuttatás technika, akkor nem ér semmit az egész. Itt is fejlesztések vannak, egyelőre már USA-ban ott van ez a 3D technológia, amely azt mutatja, hogy például a magágyba, egy habban helyezik el a hatóanyagokat, ami ott van a csírázó vetőmag körül, ami rendkívül módon segíti a fejlődését. Hát természetesen még mindig maradva a hagyományos, klasszikus növényvédőszereknél, azért megvan az az irány, hogy új hatóanyagokat fejleszünk, és abban a szerencsés helyzet vagyunk, hogy hamarosan az elkövetkező években nagyon komoly, nagyon fontos új hatóanyagokat fogunk bevezetni, új gyomírtószereket, gombolőszereket, különböző növényekben. Ez egy nagyon fontos dolog lesz, 1-2 év múlva már találkozhatunk esetleg ezeknek az előszeleivel. Azonban az FMC életében egy kimondottan fontos szerepet tölt be a biológiai készítményeknek a fejlesztése. Erre nagyon nagy energiákat mozgosítottunk már az elmúlt években. Ennek az első eleme, vagy első küldötte volt az a Rizomagic, amit tavaly vezettünk be, amit még a mai nap folyamán elég sokat fogunk róla hallani, mert fantasztikus eredmények születtek vele. Az idei évben bevezetése kerül az Akúdó, de ez is inkább kertészeti kultúráról lesz szó. Most, mivel itt szántóföldre vagyok, ezért erre nem térünk ki, de majd erre is megtaláljuk a módját. És ezt követik, majd szépen lassan jönnek a biológiai alapú rovarölőszerek, biológiai alapú gombölőszerek, amely már igazi olyan növényvédőszernek nevezhető biológiai alapok, amely a hatékonyságban és mindenben felveszik a versenyt. Ez az új irány, ez az, amivel meg tudunk felelni a legnehezebben elérhető elvárásoknak is, amit az Európai Unió elénk támaszt. És még emellett a termékek köre mellett azért a kommunikációt is továbbfejlesztjük. Erről is lesz majd néhány mondat későbbiek során. Ezzel az ARC technológia, ez egy döntéstámogató rendszer, amivel segítjük a termelőket a szignalizációba, hosszú távon akár prediktív modelleket is fel tudunk állítani, és természetesen a kor elvárásának megfelelően mindezt okostelefonos applikáción keresztül a tábla széréről lehet használni, indítani. Szóval ilyenekkel készülünk az elkövetkező időszakban.
Köszönöm szépen, Gyula. Téged az itt ülő nézők, hallgatók közül is elég sokan ismernek, és én úgy konferáltalak föl téged, hogy az FMC agroügyvezető igazgatója, de ugyanakkor a kiírásban pedig egy más, egy régióvezetői pozíció szerepel, hogy miről van szó, világíts már rá, hogy akik esetleg nem tudnak erről részleteket. Hát igen, Kalcsi, ez a 31. évem, amit az elődnél, a DuPontnál is itt az FMC-nél töltök, különböző pozíciókban, és a munkaelismeréseképpen, és ez nem csak nekem szól, szerintem az országnak is szól, tavaly fél évtől én látom el a közép-európai régió üzleti igazgatója feladatait, ami azt jelenti, hogy Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia, Bulgária, Moldávia és Magyarországnak az üzleti eredményéért vagyok felelős. Hát ezt elég sok munkával jár. Még nem tudom, hogy büntetés vagy jutalom, tehát egyelőre még ezen így filózgatok. De mellette megmaradt a magyarországi teendő természetesen, úgyhogy próbálok megfelelni mind a két feladatnak. Remélem, a tudásom szerint sikerül ennek eleget tennem. Gyula, akkor így a közönség hangjaként én hagy gratuláljak ehhez a feladatkörhöz. És akkor már is egy testhez álló kérdés, ha már erről beszélünk, ugye az elmúlt években is sokszor lehetett hallani problémákat a világon zajló folyamatok kapcsán, logisztikai, szállítási problémákról, termékek elérhetőségekről, egyáltalán a gyártói kapacitásokról, ezzel összefüggésben az árakkal kapcsolatban. Mire lehet számítani az FMC termékek kapcsán 2022-ben, főleg a termék elérhetőség tekintetében? Hát, Kacsi, erről lehetne egy órákat beszélni, nagyon nehéz röviden összefoglalni, mert röviden összefoglalva talán fél igazságokat tudnék elmondani csak. Mindenki tudja, hogy óriási problémák vannak a világon. Óriási problémák vannak az energiaárakkal, óriási problémák vannak az alapanyagok elérhetőségeivel, azok árával, a logisztikával, a szállítással, a csomagolóanyagokkal, mindennel problémák vannak. Az FNC ezt nagyon korán felmérte már az elmúlt év közepe előtt, és óriási energiákat fektetett abba, hogy a készítményeinkhez szükséges alapanyagokat időben, korábban, mint szoktuk, beszerezzük, azoknak a gyártását elkezdjük, és azoknak a szállítását elkezdjük elvégezni a különböző országokba. Én úgy gondolom jelen pillanatban, hogy a FMC által egy részét még a DuPont gyártja nekünk, még most is el kell mondani, mert együttműködés még tart, de az FMC által gyártott termékek esetében nem látok komoly problémát az elérhetőség területén. De azért hozzátartozik a dologhoz, hogy nem csak mi, hanem a legtöbb cég dolgozik több céggel együtt, egymás termékeit árulják, különböző formátum belekeverik a saját termékei közé. Itt, mivel nincsenek 100%-os információm, ha bárhol probléma lehet, akkor esetleg itt lehet, hogyha valaki nem készült esetleg úgy föl, mint ahogy mi, de ez idáig még nem kaptunk olyan információt, hogy óriási problémák lennek. Az árak tekintetében nagyon sok jó hírem nincsen. Tehát vannak olyan termék, hatóanyagok, amelyeknek óriási emelkedett az ára. Ha megnézzük a résztípusú készítményeket, hát nem is lehet megmondani, hogy mekkora nagyságrendű áremelés kell ahhoz, hogy ezt az alapanyag ár emelkedést a cégek kompenzálni tudják, de mindenhol nagyon magas árak vannak. Mi a saját nyereségünk terhére is megpróbálunk az árakat olyan szinten tartani, hogy ez ne okozzon stressz hatást a piacon, de el kell mondani, hogy valamivel várhatóan magasabbak lesznek, mint az elmúlt évek áremelkedései. Én ezt várom a 2022-től. Köszönöm szépen, Gyula, de azért mindenképpen az pozitív hír, hogy a termék előrehetőség kapcsán azért nem lesznek. Most per pillanat jól néz ki, és mindent megteszünk azért. Ezért ez a legnagyobb feladatunk. Én azt hiszem, hogy beszerezzük azokat a termékeket, amire szüksége van, főleg kora tavaszra a termelőknek. Köszönöm szépen. Átmentünk egy kicsit itt a termékelérhetőség, a gazdaság, az árak területére. A világgazdaságban zajló folyamatoknak nagyon komoly hatása van az agrárgazdaságra is. Ez egy olyan átfogó terület, amelynek az elemzésére
mi egy szakembert, Németh Dávidot, a Kereskedelmi és Hitelbank vezető gazdasági elemzőjét kértük föl, és őt kérném meg arra, hogy röviden, Dávid, foglald már össze, hogy az agrár megközelítés szempontjából ezek a folyamatok milyen hatással lehetnek, milyen hasznos információkat tud esetleg egy itt ülő termelő ebből az év során felhasználni. Egyrészt nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagy örömmel veszek részt a konferencián, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Itt az előzőekben elhangzott az, hogy milyen fejlesztések várhatók a következő időszakban a cégcsoportnál a termékek esetében. És ez egy nagyon fontos gondolat, és hogyha ránézünk az egész magyar gazdaságnak a szerkezetére, vagy az elmúlt években melyik szektorok milyen ütemben tudták a hatékonyságukat növelni, és ez hogyan járult hozzá a gazdaság teljesítményhez, ezt látjuk ezen a diagramon, és a sárga oszlop rész az a mezőgazdaság. És az látszik, hogy az elmúlt években sajnos a mezőgazdaság nem nagyon tudott megújulni. Még a 2010-es évek elején nagyobb hozzájárulása volt a termelékenységhez és így a gazdasági növekedéshez. Az elmúlt években sokszor volt, hogy vissza is fogta a gazdaságot. Tehát ezért nagyon-nagyon nagy igény van a mezőgazdaságban erre a megújulásra, a hatékonyság javulására. Itt nagyon sok mindenre lehet gondolni, a digitalizációt hogyan lehet alkalmazni, hogyan lehet automatizálni dolgokat, de ilyen nagyon egyszerű dolgokra is, mint hogy a csapadéktól való függőséget hogyan lehet kiszorítani és öntözőrendszereket telepíteni, és ezekkel a fejlesztésekkel azt kéne elérni, hogy Magyarországon a hatékonyság az elkezdje megközelíteni jobban a nyugat-európai szintet. Egyelőre még mindig azt látjuk, hogy elmarad Magyarországon ez a hatékonyság Nyugat-Európától. Sajnos Magyarországon sokszor az Európai Uniós forrásokat is inkább arra használják, hogy pozitívba jöjjön ki a mérleg. Nyugat-Európában sokkal nagyobb arányban tényleg fejlesztésekre használják ezeket. És nálunk is ezt kéne elérni. Reméljük, az Európai Uniós források jönni fognak, és ezeket tényleg hatékonyságjavulásra tudják majd felhasználni az egyes cégek. Miért is van erre szükség? Hát azért, mert a költségek, azok sajnos szóba kerültek, hogy növekednek. És ezek a költségek várhatóan nem is fognak rövid távon visszaesni. Itt az energiaáraknak a változását látjuk, és hát szembetűnő, hogy a földgáz, illetve az ára már kilőtt az elmúlt hónapokban. Az olajnál is van egy áremelkedés, de nem ilyen drasztikus, mint a másik két energiahordozónál. Ennek azért van olyan tovagyűrűző hatása, hogy mondjuk a műtrágya is mennyire meg fog drágulni. Ez is egy alaptermék. Úgyhogy minden termékcsoportban sajnos azt látjuk, hogy a feldolgozott termékekben ezek a költségek egyre inkább átgyűrűznek. Úgyhogy nagyon fontos lesz, hogy mi az, amit hatékonyságjavulásból ebből ki lehet hozni, és mi az, amit egyébként a piac föl tud szívni majd, mint költségnövekedés, vagy áthárítani a fogyasztókra. De egy picit, akkor ránézve, hogy hogyan alakultak az élelmiszer árak a világpiacon az elmúlt időszakban, lehet látni, hogy ilyen szempontból jó hírek vannak, hiszen szépen növekedtek az élelmiszer árak, gyakorlatilag minden soron látszik az, hogy növekszik. Talán a legkiemelkedőbb, ez a pontozott vonal az olajos növények, ami drasztikus elszállást mutatott 2020 eleje óta, de azért a cukor, a tejtermékeknek az ára is emelkedik, hát és valami meg kevésbé szállt el, ilyen például a húsnak az ára, ahol egy kisebb növekedés van. És hogyha megnézzük a mezőgazdasági termelői árak alakulását, akkor itt is lehet látni, hogy hogyan nőttek a különböző termékeknek az előállítási költségei, és itt is lehet látni, hogy a gabonatermékeknek a termelési árai azok nagyon megemelkedtek az elmúlt időszakban, de ugye az előző ábrán meg lehetett azt látni, hogy ott szépen mentek fel az árak is, tehát egyelőre lehetett érvényesíteni a növekvő költségeket a fogyasztói árakban. Ez egy nagy kérdés, hogy ez meddig marad így, hogyha nem marad így, akkor ez sajnos a veszteséget fogja vagy a nyereséget csökkenteni a cégek esetében, vagy vállalkozások esetében. Hogyha megnézzük ezeket a folyamatokat, akkor felvetődik jogosan a kérdés, hogy nem csak a mezőgazdasági termékeknél, hanem a csippek esetén, a különböző ritka földfémek esetén, mindenhol nagyon nagy drágulás volt az elmúlt időszakban. És vajon ez egy rövid távú
történet, ami most a Covid kifutásával majd szépen le is nullázódik, vagy egy hosszabb távú folyamatnak az eleje. És itt ilyen historikus adatsorokat próbálunk gyűjteni hosszabb időtávra, és ez is egy ilyen hosszú távú nyersanyagárakat összesítő grafikon, és azt lehet látni, hogy az 1900-as évektől azért nagyobb hullámok jelentkeznek a nyersanyagárak alakulásában. Ráadásul ezek a hullámok, mint a rövidülnének is, tehát gyorsabbak a felívelések és a lejtmenetek is, viszont 2010 óta, amikor a pénzügyi válság volt, egy lejtmenetet láttunk folyamatosan. És most ez tört meg 2020 végén, 21 elején. És a kérdés az, hogy most egy hosszabb távú, akár 5 éves felfelé ívelő szakasz fog-e következni, és ha igen, akkor hol lesz ennek a csúcsa? Rövid távon azért azt látjuk, hogy nagyon túllengett a piac, tehát valószínűleg ezt az ütemet nem fogja fönntartani, mert ebben mindenki tönkre menne, ezt nem lehet lekövetni. De amit egyelőre látunk, hogy nagyon sok esetben szűkös erőforrások vannak, tehát egy magasabb árszínvonal szint fog megmaradni, mint a koronavírus előtt, és ez valószínűleg azért a növények esetében is jellemző lesz, hogy valamivel magasabb lesz, mint a koronavírus előtti időszak, de a mostani túlkapásokból azért némiképp vissza kell majd jönni az áraknak, majd a 2022 második felében. És hát nem csak az energiaárak nőttek, meg már ilyen nyersanyagok, hanem itt van a munkaerőpiac is Magyarországon. Ilyen egy nagyon feszes munkaerőpiac kezd visszatérni, a munkanélküliségi ráta megint alacsony. Ez az ábra azt mutatja, hogy a munkanélküliekhez képest hogyan alakul a betöltetlen álláshelyeknek a száma, illetve a munkaerő tartalék a piacon. És ez azt mutatja, hogy egyre nagyobb azonnak álláshelyeknek a száma, amit nem tudnak már betölteni. Itt volt strukturális változás is a munkaerőpiacon, voltak álláselhagyók kényszerből, koronavírus miatt mondjuk a turizmusból át kellett menni máshova, de van pozitív is, például a külföldről hazajöttek munkások. Kérdés, hogy meddig maradnak velünk, hogyha szabad lesz megint jobban az áramlás, akkor itt maradnak-e Magyarországon. De az nagyon nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy a munkaerőpiac feszessége az velünk marad, sőt még nőni is fog. Ez abból is adódik, hogy a munkaképes korú lakosság sajnos továbbra is csökken Magyarországon. Persze próbálunk behozni külföldi munkaerőt, idegen ajkúakat is, de mindezek mellett is a következő időszakban is egy nagyon feszes munkaerőpiac lesz, tehát küzdeni kell a munkaerőért. És egyre inkább majd az ipar is belép ebbe, és más szektorok is. Ráadásul nem csak a munkaerőpiac feszessége miatt van egy bérnyomás, amit ki kell gazdálkodni a gazdálkodási szervezeteknek, hanem ugye van egy minimálbér és egy garantált bérminimum emelés is 2022. január 1-től, és ez az ábra, ez azt próbálja szemléltetni, hogy ennek a minimálbér emelésnek, illetve garantált bérminimum emelésnek milyen hatása van az a fölötti bérekre is. Tehát itt nem csak azok a jövedelmi rétegeknek emelkedik a bére, akikre vonatkozik a minimálbér, hanem egy torlódási hatással löki a maga előtt lévő béreket is felfelé. És a számítások szerint úgy tűnik, hogy nagyjából az átlagbérig, a bruttó átlagbérig, amilyen 470 ezer forint környéke, odáig van hatása ennek a minimálbéremelésnek. Látszik a grafikonon, hogy azért 300 ezer forint környéki szint fölöttről, 340 ezertől már elég minimális a hatása, de az alatti szintig nagyon vehemens. Ez azt is jelenti, hogy nagy valószínűséggel az idei évben akár 12-13%-os béremelés is kinéz a magánszektorban, a versenyszférában, és előre nézve a jövő évre, azután évekre is inkább egy ilyen 6-8%-os béremelés vagy bérfejlesztésre igény lesz. Ez itt látszik is, hogy egy alappályához képest itt az a 8-9%-os van meghatározva. Ez az, amivel most számolunk, hogy a következő években a munkaerőpiac feszessége miatt akár tartósan velünk marad. Úgyhogy ezt a költséget is ki kell gazdálkodni, ezért nagyon fontos, hogy ez a hatékonyságjavulás ez minél inkább meg tudjon valósulni. Dávid, nagyon szépen köszönöm. Én úgy hiszem, hogy az itt ülők is, meg a képernyő előtt ülők is igyekeznek minél több tanulságot levonni az itt elhangzottakból. Én több alkalommal szeretnék még a kérdéseimmel csatlakozni ehhez az előadáshoz. Az egyik, hogy tovább lépve a témakörökben, ami fölmerül,
láttam az olajos növényekben egyrészt a jövedelmezőség javulását, tehát nyilván az nagy kérdés, hogy ez meddig fog tartani, illetve nagyon figyeljük, mert hiszen mindenki számára fontos a gabona kapcsán, hogy mi történik. Az már látszik egyébként, hogy 2022-re az előző évhez képest több mint 10%-kal nőtt a magyarországi elvetett gabona terület, de ezzel érte el a több éves átlagot egyébként, tehát ez még mindig nem kiugró terület. És ha már itt a gabona kapcsán beszélünk, hát nem titok az, hogy az FMC termékportfólió számára is kiemelkedően fontos, hogy milyen a magyarországi gabona termelés, és itt a szakmai kérdésekre rá terelve a szót szeretném megkérdezni kollégáimat, hogy mit tudnátok összefoglalni, hogy a gabona növényvédelmében, azon belül a gyomosodási kérdésekben milyen tendenciák voltak megfigyelhetők, mire kell fölkészülni egy termelőnek a 2022-es gyomírtási szezon kapcsán? Köszönöm a kérdést. Ahogy minden változik, ugye a kalászosoknak a gyomhelyzete is folyamatosan változik, ahogy a termesztés technológia és az időjárásbeli változások zajlanak. A legutóbbi időben, ahogy a dián láthatjuk, a legmeghatározóbb gyomfajok, a tyúkúr, a széltippan, a veronika és az árvácskafélék lettek az őszikelésű gyomnövények közül, míg a tavasziak közül pedig az acat és a napraforgó, mint gyom, okoz leginkább kihívásokat a kalászosok gyomírtása folyamán. Tehát ezekre kell leginkább odafigyelni, ezekre a gyomnövényekre, országos szinten is. Nyilván egy termelő számára ezek a tendenciák akkor válnak igazán hasznossá, hogyha ehhez konkrét növényvédelmi ajánlatok is társulhatnak, adott esetben most az FMC portfólióból, mert hiszen azt nem tagadhatja le az FMC sem, hogy ugye meghatározó piacvezető szerepet tölt be a gabona gyomírtásban, hogy próbálj már erre, Gábor, légy szíves, hogy rávetíteni, hogy akkor az adott ajánlat, adott gyomcsoport ellen milyen ajánlattal áll rendelkezésre az FMC. Így van, tehát többféle ajánlattal is áll rendelkezésre természetesen az FMC-t. Ugye ismerni kell a gyomnövényeket, hogy mi ellen védekezünk. Amennyiben az előbb említett őszikelésű gyomnövényeket találjuk a területünkön, azok ellen kell védekezni. Ott természetesen az őszi gyomirtás a leginkább hatékony megoldás ezek ellen a gyomok ellen. Ugye itt az FMC részéről most már két gyomírtási technológiával is rendelkezésre állunk, a Battle Delta és a Battle Max állít rendelkezésre az őszi gyomírtási időszakra. Itt már a kezdetektől tiszta állományt tudunk elérni, és ezáltal a növények, a kalászos növények zavartalanul tudnak fejlődni, nem okoz nekik konkurenciát ezek az őszikelési gyomfajok. Ha esetleg valami oknál fogva nem jött össze az őszi gyomírtás, és a területünkön a veronika félék vagy az árvácskák döntő többségben vannak, ezek a koratavaszi időszakra már erősen fejlett, akár virágzó állapotba is kerülhetnek, ez ellen speciális megoldást javaslunk. Itt az Aurora termékünket szeretném kiemelni. Az Aurora hidegben is hatékonyan tud dolgozni, nagyon gyors, látványos megoldást ad ezek ellen a gyomnövények ellen. Itt ezzel ajánljuk a védekezést, tehát itt Aurora és ehhez kapcsolódó technológiákat javaslunk. Az általunk javasolt technológia, mivel ugye ahol ezek a gyomnövények vannak, tehát a veronika árvácska félék elsősorban, más kétszikű gyomnövények is megtalálhatók a területen, tehát gondolunk itt akár pipacsra, epszikfű félékre. Ami már ilyenkor jelen van a területen, az ellen gyakorlatilag egy menetben tudunk védekezni, az Aurora Gold nevű gyomírtószer kombinációnkkal. Ez a kombináció gyakorlatilag az őszikelésű gyomnövények ellen egy teljes körű védelmet biztosít, hideg időjárás esetén is, tehát mivel nem tartalmaz hormontípusú gyomírtószert, tehát már koratavasszal tudunk védekezni, amint ugye a fagyok elmúltak, és szükségeltetik a védekezés. Jó, Gábor, köszönöm szépen. Tehát, hogyha a korai időszakot nézzük, akkor az Aurora Gold a megoldás. Haladjunk tovább a gyomcsoportokban, a középidőszakban, a gabonabokrosodás időszakában, tavasszal kelő gyomokkal is kiegészítve. Mi az, amivel jól megoldható a gabonagyomírtás? Köszönöm a kérdést. Ez a kérdés nem túl nehéz. Annál is inkább, mert
a megoldás kulcsa a kezemben, a kezünkben van, vagyis az FMC kezébe, több termék kapcsán is. Hát valóban a gabonaterületek nagy részén a vegyes kétszikű gyompopuláció fordul elő. Ez azt jelenti, hogy egyaránt jelen vannak a T1-es, T4-es évelő gyomnövények, kétszikű gyomnövények. Ezek közül kiemelném a matrikária féléket, a mezei acatot, a galajt, de sorolhatnám a mezei tarsókát, a seppforrasztó zsombort, pipacsot. Azért nem sorolom tovább, mert ilyen esetben kézenfekvő megoldás az, hogy egy széles hatásspektrumú, jó szelektivitással rendelkező és rugalmasan felhasználható gyomírtószert válasszunk, amilyen a Grandstar Superstar. Azt gondolom, hogy mindenki számára ez egy jól ismert termék. Sok éve jóval 100 ezer hektár fölött használják már, és jól bevált termék. Na, tehát erre akkor stabilan támaszkodhatnak a termelők, de itt a gazdasági elemzés összefoglalóban is szóba került, hogy a napraforgó terület növekedése, és a napraforgó, mint gyomnövény, mint árvakelés is egyre inkább nagyobb problémát okoz. Ráadásul ugye most már ember legyen a talpán, aki meg tudja mondani, hogy az ő területén hagyományos, express toleráns, killfield, killfield pluszos, milyen típusú az a napraforgó árvakelés, mert hiszen ezeknek a keverése folyamatos. Milyen megoldást tudsz ilyen esetre javasolni, amikor egy komoly napraforgó árvakelés, mint gyomosító tényező föllép? Érdekes, hogy erről a kérdésről éppen napokban egyik gazdálkodó barátommal beszélgettem, és ő is feltette nekem olyan formán, hogy elmondta, hogy a 2021-es évben napraforgót termelt, ráadásul igen erős vadkender fertőzése volt, és az idején most már rettek, hogy akkor hogyan fogja megoldani a gabona gyomítását, megnyugtattam. És természetesen a válaszom szintén a Grandstar Superstar volt, amely ugye a napraforgó árvakelés mellett természetesen a vadkendert is jól viszi, például az ambróziát is, ugye, amely egy új keletű probléma a kalászosokban. Tehát nyugodtan elmondhatom, hogy a Grandstar Superstar egy komplex kétszikűek elleni megoldás a gabonában. Köszönöm szépen. A Dávid összefoglalójában is felmerült, hogy mennyire szükség van a hatékonyság növelésére, és itt most nem gyomírtási hatékonyságról beszélek, hanem a gazdasági hatékonyság növelésére. Nagyon sokszor a termelőknél ez olyan formában jelenik meg, hogy megkérdezik, hogy na akkor egy menetben gyomírtást, rovarok elleni védekezést, esetleg valamilyen kedvezőbb költségkonstrukcióban létezik ilyen az FMC ajánlatában? Mi tudsz ezzel kapcsolatban? Természetesen a kiváló gyomírtószerek mellett az FMC-nek kiváló gomba és rovarírtószerei is vannak, és szerénytelenségül mondhatom el róluk, hogy ezek minőségi termékek. Ha csak nézzük a rizát, ő egy minőségi tebukonazol, vagy a rapidot, amely egy minőségi piretroid, ráadásul mikrokapszulázott, vagy az azakát, amely egy minőségi azoxistrobin. Ezekből a termékekből különböző technológiai csomagokat állítottunk össze, és ezek az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően 2022-ben is elérhetőek lesznek, természetesen vásárlói kedvezményekkel. Én ezekre most részletesen nem szeretnék kitérni, de kiemelném ezekből a csomagokból a Grandstar Superstar Rapid Packet, amelyre azt gondolom, hogy 2022-ben nagyon sok gabonatermesztőnek szüksége lehet, nagyon sok embernek segíthet ez a csomag. Miért mondom ezt? Mert a kétszikű probléma nagy területeken adott, a vetésfelhérítő problémája nagyon nagy területeken adott, és ugye ez a két termék akár külön-külön, akár egy menetben kiválóan meg tudja oldani ezt a kérdést. Egyébként a csomag három darab Grandstar Superstar tartalmaz, egy liter rapidot és természetesen három liter trendet mellé. Úgyhogy ez egy bevált technológia prémium kedvezményekkel. A fotó talán jól szemlélteti a kedvezmény mértékét is, amely azt mutatja, hogy minden negyedik
hektár gabona ingyen rovarölőszeres kezelésben részesül azok számára, akik ezt a csomagot választják. Köszönöm szépen, úgy hiszem, hogy ez még szélesebb körben jelentkezhet erre igény, úgyhogy jó, hogy ezt így összefoglaltad. Amit még szeretnék megkérdezni, és megint a hatékonyság ár összevetésben, hogy milyen eredmények, milyen termésmérési eredmények vannak, hogy ezen készítmények 2022-ben is hozzák-e az tőlük hozhassák a termelők részéről az elvárt eredményeket. Tehát ezekkel kapcsolatban mit tudnál bemutatni? Én azt gondolom, hogy nyugodtan mondhatom, mind minőségben, mind termésmennyiségben jó, igen jó eredményekre számíthatnak azok, akik FMC technológiát választanak. És miért mondom ezt? Teljes nyugalommal, biztonsággal mondhatom, amiatt, mert akár a kísérleti területekről, akár a gyakorlatból nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, nem csak az elmúlt évben, még az előtti évekről is, de hogy az elmúlt évből konkrét példákat hozzak. Például a Debrecen Egyetemmel folytatott együttműködésünk keretében, ugye a Pepo professzor által koordinált kísérletekben az FMC gabonatechnológiái kimagaslóan szerepeltek. Ugye ebbe a kísérlet sorozatban két fajta kerül elvetésre, a GK körös egy extenzívebb, a GK békésebb egy intenzívebb fajta. A körösben a már említett őszi gyomírtóval indult a technológia, tavasszal gombaölőszerként két azakatopos kezelést kapott, természetesen a rapidment vetésfehérítő ellen, és még itt ezek a parcellák, vénykondicionáló, lomtrágya készít, említett Rizomagic kezelésben is részesültek. A békésben a technológiában annyi a különbség, hogy itt a gyomírtószer, a Grandstar Superstar volt, de ugyanúgy a gomba ellen és a rovar ellen az említett kezelések mentek. Az eredmények önmagukért beszélnek, tehát a kezeletlentől magasabban, de az üzemi standardtől is nagyon, nagyon jó eredményhez képest, az üzemi standardhez képest is nagyon szép eredményeket kaptak. A még nagyobb öröm, hogy a gyakorlat felől ugye nagyon nagy dicséreteket kapunk a technológia kapcsán, itt csak egy párat emelnék ki, egy néhányat, például az Agrofood Sixo Kft. Területén, ahol a teljes gabona területet 250 hektárt az FMC technológiájával kezeltek, ugyanazzal egyébként, mint amit a Pepo professzornál a GKB-k és fajtán volt, tehát Grandstar Super, Azakatop, Rapid és Rizomagic. Hát el kell mondanom, hogy igen szerény talaj adottságok mellett gazdálkodik ez a gazdaság, mégis 6,7 tonna per hektár lett a üzemi átlag, vagy például a Harangodmagnál, Agroszoltek Kft-nél 9 tonna feletti termések voltak. Itt nem üzemi átlagról van szó, csak azokról a táblákról, ahol FMC technológiával ment, és ezek magasabbak voltak egyébként, mint az üzemi átlag. Nyilván ez húzza felfelé. Úgyhogy én kívánom minden gabonatermesztőnek, hogy ettől még jobb év legyen, még jobb időjárás legyen a gabonára, a növényekre, és akik ezt a technológiát használják, még nagyobb termésük legyen. István, köszönöm szépen. Egy dolog ütött szöget a fejembe. Itt ugye szó volt gyenge termőhelyi adottságokról. Igen, ott érdemes lehet egy növénykondicionálnak a használata, hiszen ott mindennel ki kell szolgálni a növényt. De jöttek példák az egyetemről, a hajdúsági lösszhárt legjobb földjein elvégzett kísérletekről. Mi alá tudnánk támasztani valamit, hogy egyik vagy a másik esetben mik azok a szempontok, amelyek alapján érdemes egy ilyen növénykondicionál alkalmazása? Talán Tibi ebben a leggyakorlottabb szakember a cégünknél. Igen, szeretnék erre én válaszolni, hiszen ugye István említette a látóképen is, milyen sikeres volt az FMC technológia, amelynek része volt a Rizomagic is, hiszen több irányú hatással segítette a termés szint elérését, ugyanis egyszerre növény kondicionáló, stresszoldó és levéltrágyaként is tud funkcionálni. Tehát érdemes is, miután, ha valakinek ez még új az a termék, akkor elhelyezni ebben a nagyon széles növény kondicionáló termékkörben, hogy hol is van a helye,
hogyha végig gondoljuk, hogy milyen ugye termékeket nincs időnk végigvenni természetesen, csak a csoportokat, ha azt mondjuk, hogy vannak ugye nevezett levéltrágya típusúak, ahol ugye makro, mezo, mikroelemek vannak, akkor az alkot egy csoportot. Aztán utána van, amelyik készítményben a szerves anyagok dominálnak. Ott már ugye a talaj segítő, vagy a talaj hatást is igénybe vehetjük, illetve említette te is a gyengébb termőhelyeket. Aztán vannak olyan készítménycsoportok, ahol alga kivonat szerepel bennük, illetve még akár mezo mikroelemekkel is kiegészítve. Itt ugyan már tehát képbe jön a növény stressz oldása is, ezek miatt az összetevők miatt, illetve van egy aminósavas növénykondicionáló csoport, aminósavas készítmények, ugye ez megint a stresszoldásban segít. Na most a Rizomagic-et, hogyha megnézzük, hogy mik az összetevői, ugye a modern fejlesztésnek köszönhetően nagyon széles a összetevő sora, és ezért különféle stresszek esetén is be tudjuk vetni. Például ugye az aminósav tartalma miatt a hőmérséklet stressz esetén, akkor a mannit, például a vízháztartás, a csapadékkal kapcsolatos stresszeken segíthet, volt ilyen a tavaly évben is, és korábban is. Illetve vannak még összetevők, például a laminarin, ami a sejt fal vastagodásban segít, fucoidán, ami például a védekező mechanizmusokban segít, vagy a tannin, ami pedig a antioxidáns hatást biztosítja. Úgyhogy bármilyen stressz van, be tudjuk vetni a Rizomagic-et, és ugye ezek együttes hatása egy biológiai többlethatást biztosít. Ugye ott van mindjárt a makromezo mikroelem tartalma, tehát ezeket is be tudja vinni, és ugye a modern formulációnak köszönhetően ugye nagyon könnyen felveszi a növény, ugye ez is új, ez a legújabb generációs termékcsoportba tartozik, ahogy a bevezetőben is ugye már hallottuk. Egy pár példát szeretnék bemutatni, hogy milyen stresszeknél segítette a termelőket 2021-ben. Itt a képen látható felvétel sor Tiszavasváriban történt, ahol a 2020-ról 21-re történt évváltásnál rendkívül csapadékos volt, ha emlékszünk rá, a november és a december, és itt március végére egy víznyomásos terület alakult ki, itt a őszi árpa vetőmag táblán, és itt a tulajdonos, illetve a növényvédős ügyvezető kollega azért nyúlt a Rizomagic-hez, mert már a korábbi évekből tapasztalatot szerzett, amikor is Borsóban különféle gyomírtó stresszek miatt eredményesen alkalmazták, és láthatjuk, hogy 3 héttel a kezelés után, illetve 2 hónappal a kezelés után hogyan változott pozitív irányba a kultúra. Erről egyébként videóriport is megtalálható az oldalunkon, több helyen is végeztünk felvételeket, és most szeretnék bemutatni egy olyan kollégával készült videóriportot egy percben, aki az idén először, illetve tavaly először használta, kukoricában, kalászosban, és hogy hogyan elégedett meg vele, elmondja a következő videóriportban. Itt vagyunk Somberek határában, és a Rizomagic-kel kapcsolatos pozitív tapasztalataimat szeretném veletek megosztani. Az idei évben kezdtem el használni kukorica, őszi búza és őszi árpa kultúrákban. Amit mindjárt az elején kiemelnék, hogy a növények a stresszes időszakot, amiben mostanában mondhatjuk nem kevés van, sokkal jobban átvészelik. Gabonában 3-szori alkalommal használtam, 2 liter per hektár dózisban, és a hatásával nagyon meg vagyok elégedve. Végig zölden tudtam vele tartani az állományt, a hosszú hideg időszakok ellenére is. A termés szépnek mutatkozik. Hatása mellett a hektár költsége is kiváló. Egy szóval, bátran ajánlom mindenkinek a Rizomagic-et, garantáltan nem fogtok benne csalódni. És most a Dunántúlról ugorjunk egy következő helyszínre, ahol ugye említette te is, hogy hogy a gyenge talajon is ugye kénytelenek vagyunk gazdálkodni, ott milyen segítségre számíthatunk. A Mate Egyetem Kompolt Intézetében végeztek egy vizsgálatot ilyen területen, ahol az üzemi Standard Control és a Rizomagic volt egymás mellé állítva, és ugye láthatjuk itt is a több irányú összetevők kölcsönhatásának eredményeképpen, hogy a legnagyobb termés a Rizomagic kezelt tábla részen született. Úgyhogy ilyen területeken is mindenképpen érdemes bevetni a készítményt. Nyugatabbra evezve Sopron-Horpácsról mutatnék még meg egy kutatóintézeti vizsgálatot, ahol 2x2 literes Rizomagic kezelés volt, rovarölő és gombaölővel együtt juttatták ki, és ugye nem csak a termés átlagban találtak legjobb eredményt a Rizomagic kezelés után, hanem a
beáltartalmi mutatókat is vizsgálták, és a hektoliter tömegben is a legmagasabb eredmény a Rizomagic kezelés után történt. Tehát összefoglalva, különböző stresszek esetén működik a kalászosokban a Rizomagic, jól illeszthető a technológiába, hiszen akár a mi termékeinkkel, és akár a Grandstarokkal, Rapiddal, Rizával, az előbb említett csomaggal együtt is többen használták már tavaly évben, és ugye rentábilis, látjuk, hogy a terméshozamokat is fokozta. Ez nagyon sokat segített abban a dologban, hogy rávilágítottál, hogy egyrészt elég sok termelői tapasztalat is van már a termékkel, illetve ellenőrzött kutatóintézeti vizsgálatok is mutatják, hogy ennek a terméknek a használata elég rentáblis lehet a jövőben. Köszönöm szépen. Most egy pillanatra a szakmai programból kilépve most szeretném bejelenteni, hogy a játék linkje mostantól elérhető a felületen. Aki tud a játékra is, meg az elhangzó összefoglalókra is koncentrálni, esetleg akkor ő válaszolhat a kérdésekre. A jó válaszadók között pedig a végén ugye a bejelentett formának megfelelően 10 darab ajándékot fogunk kisorsolni. Most pedig akkor lépjünk tovább, és a gabonafélék csoportjába tartozó kukoricát kezdjük el vizsgálni. A tavalyi év rengeteg sok tanulsággal, pozitív-negatív tanulsággal, szélsőségekkel is szolgált a kukorica termelők számára. Kukorica egyik legfontosabb technológiai eleme a növényvédelem keretén belül a gyomírtás, hogy milyen tanulságokat tudunk levonni, amivel tudjuk segíteni a termelőknek az idei tervezését a kukorica gyomírtás kapcsán. Köszönöm szépen, Karcsi! A 2021-es év nagyon nehéz volt kukorica gyomírtási szempontból, és ezt elsősorban az időjárás nehezítette meg. Tehát a májusi, illetve a májusi időjárás, illetve a június eleje nagyon csapadékos volt és hideg. Na most egy kapás kultúránál, mint a kukorica, ugye hát a gyomelnyomó képességnek óriási jelentősége van, és ez a hideg időjárás miatt sajnos nem tudott megvalósulni, ezért általában elmondható, hogy azok a termékek vizsgáztak jól 2021-ben, ami egy elég komoly talajon keresztüli hatása is rendelkezik. És a másik, hogy a gyomírtási ablakok nagyon szűkek voltak a csapadékos időjárás miatt, tehát rugalmasnak kellett lenni egy készítménynek ahhoz, hogy megfelelő hatékonyságot és felülkezelés nélkül meg tudjuk oldani a kukorica gyomírtását. Na most, ahogy ezen a képen is látszik, ami Somogy megyei Kányán készült, hogy elsősorban kétszikű gyomok jöttek ki a területeken, itt például libatop van, és ezek általában nagyon meg is erősödtek, éppen az miatt, hogy megcsúsztak sokan a termelők a gyomírtással, tehát egy nagyon jó kétszikűírtó tulajdonságokkal rendelkező gyomírtószerek jöttek ki ebből a versenyből sikeresen, amik esetleg, hogyha fejlettebbek voltak a kétszikűek, azokat is meg tudták oldani. Itt elsősorban libatop látható ezen a felvételen, és ha tovább megyünk, akkor egy dombóvári felvételt látunk. Itt már nem csak a libatop volt, elsősorban itt is az volt egyébként, de a sejemmájva, vagy akár a parlagfű, vagy a csatonó maszlag is jelen volt a területeken. Tehát nem volt egyszerű a 2021-es év, de a Diniro Goldal az volt a tapasztalat, hogy jól sikerültek ezek a gyomírtások. Köszönöm, Lajos. Ez egy fontos kiinduló tapasztalat. Ezek alapján hogyan tudnánk az optimális időpontot meghatározni, adott esetben a Diniro Gold szempontjából a kukorica gyomírtás időzítéséhez? Hogyha én tanácsot szeretnék adni, akkor talán azzal kezdeném, hogy a kezelés időzítését azt ne a kukorica fejlettsége határozza meg, hanem a gyomnövényeké. Ha a kiválasztott gyomírtószer oldaláról nézem ezt a helyzetet, akkor optimálisnak azt tekintem, ami teljes mértékben ki tudja fejteni a gyomírtó hatását évjárattól függetlenül. Ugye nagyon jó példa erre a Debrecen látóképi bemutató területünkön történtek. Itt rendkívül hűvös és hideg volt, hűvös és csapadékos volt az időjárás. Ez a gyakran esős, párás időjárás a gyomoknak a gyors felszaporodását eredményezte, a magról kelők dominanciája jellemezte a területet, ugyanakkor az évszakhoz képest alacsonyabb hőmérséklet hátráltató tényező volt a kultúrnövény számára,
fejlettsége elmaradt az ilyenkor szokásostól. Olyan május elején jelentek meg a kukoricában legnagyobb gondot okozó gyomnövények, így a selyemmájva, libató, parlagfű, árvakelési napraforgó. Hogyha ezt az esetet nézem, akkor azt mondom, hogy a optimális gyomírtási időpont az a május 10-ei gyomfejlettségnél tudom meghatározni, amikor a kukorica körülbelül 3, a kétszikű gyomok pedig 2-4 leveles fejlettségben voltak. Viszont azt elárulom, hogy május 10-én nem tudtuk elvégezni a kezelést. Emlékszem, hogy álltunk a tábla szélén, rendkívül hűvös volt, fújt a szél és jött az eső is, így egy héttel később tudtuk elvégezni a kezelést, és rá 10 nappal a kezelés után visszatértünk, és azt tapasztaltuk, hogy így is kiváló gyomírtó hatást értünk el, és ez kitartott teljesen a betakarításig, tehát betakarításig tiszta maradt a területünk. A kezelést egyébként az 5 hatóanyagú, idén 5. születésnapját ünneplő Diniro Gold gyomírtó kombinációval végeztük, de hogy mi a siker kulcsa ebben az esetben, az az, hogy a csomag tartalmaz hektáronként 2 liter szakcesszor TX-et. Ennek a 2 hatóanyaga, a petoxamid és a terbutilazin és a bemosó csapadékkal együtt jelentős talajon keresztüli tartalmhatást biztosított, megakadályozta a gyomok újrakelését, és ott van a Diniro részben lévő 3 hatóanyag, ami pedig a kikelt gyomok ellen vette föl a harcot. Tehát ha összegezni szeretném, akkor a Diniro Gold hatásos, a kicsit fejlettebb kétszikű gyomok ellen is rugalmasan, egy menetben kijuttatható, illetve hosszú tartalmhatást biztosít. Tehát ha vissza akarok utalni arra, hogy optimális az, ami teljes mértékben ki tudja fejteni gyomírtó hatását évjárattól függetlenül, akkor az a Diniro Gold, és bátran merem azt mondani, hogy a Diniro Gold kétszikű gyomok ellen verhetetlen. Na, ez jó hír, akkor a kétszikűek ellen az pipa. Most nem is tudom, melyikötökre nézzek, Lajosra vagy Krisztire, hogy melyikötök fog válaszolni a következő kérdésre, ami úgy hiszem, hogy az itt ülőek közül is nagyon sokakat érint, mégpedig az, hogy az egyszikű gyomnövények kapcsán milyen tapasztalatokat tudnátok megosztani, mire érdemes figyelni. Melyikötök fog válaszolni? Megpróbálom én akkor ezt megválaszolni, ezt a kérdést. Nyilvánvaló, hogy 2021-nek most taglaltuk a tulajdonságait, hogy milyen évjárat volt, tehát azért a Diniro Gold azért egy 5 éves termék, tehát vissza tudunk menni az emlékeinkbe is, hogy az egyszikűek ellen ilyen szempontból hogy vizsgázott, illetve 2021-ből is lehetett olyan területeket találni, ahol az egyszikűek voltak nagyobb jelenléttel. Itt van például ez a várongi kezelés, 18 nappal a kezelés után, egy fúvóka hiba miatti kezeletlen sávot látunk ott, és hát azt lehet mondani, hogy 100%-ban egyszikűek vannak ezeken a területeken. Most a Diniro Gold esetében arra szeretnénk felhívni a termelőknek a figyelmét, hogy bátran bízzanak a Successor TX 2 literes mennyiségében, ugyanis ez a 2 literes mennyiség a Successor TX esetében bemosó csapadék esetén megfelelő talajhatást biztosít a utókelő, magrókelő, egy és kétszikűek ellen is. Tehát fontos az, hogy nyugodtan előrébb lehet hozni egy picit ennek a terméknek a kijuttatását, nagyon jó talajon keresztüli hatása van, és a magrókelő egy és kétszikűek ellen is tartalomhatással rendelkezik. A egyszikűek azok 1-3 leveles állapotban a legérzékenyebbek erre a kombinációra. És egy másik képet is szeretnék megmutatni, ez nagy rédén készült, szintén 18 nappal a kezelés után, ugye ott a baloldali képen lehet látni szintén egy ilyen kis kontrollsávot, és itt már vegyes gyomviszonyokról beszélünk, tehát magrókelő, egy- és kétszikűek vannak a területen. Nem esett szó az évelő kétszikűekről, természetesen benne vannak a spektrumában a Diniro Goldnak, ez nagyon fontos, főleg az alföldi területeken, ugye, ahol a mezei acat reneszánszát éli, azt lehet mondani. Tehát ez is nyilván ez ellen is nagyon szépen működik. Tehát 5 éves ez a termék, 5 hatóanyag van benne, és 5 hektáros csomagban van a Diniro Gold. Mi az idei évre azt tűztük ki célul, figyelembe véve az eladási adatainkat, tehát a tavaly évben független piackutató cég kimutatásai szerint 107 ezer hektáron került a termék felhasználásra. Mi azt célt tűztük ki az idei évre, hogy ezt a 3 számot szerették összeszorozni, tehát 5x5x5, a 125 ezer hektár, és a most minket hallgató
termelők és döntéshozók segítségével reméljük, hogy sikerül is ezt a célt elérni. Tehát mindenkinek azt tudom mondani, hogy ezekkel a tapasztalatokkal nyugodtan tegye rá a voksát a Diniro Goldra. Az idei évben annyit változtatunk a csomagon, illetve hát igen, 2022-től, hogy meg fogjuk duplázni ebbe a csomagba a trendnek a mennyiségét éppen a szélsőséges időjárási körülmények hatásainak a kiküszöbölésére. A nedvesítőszernek a mennyiségét duplázzuk. És az utolsó képen pedig egy kukoricagyomirtást látunk, ami Diniro Golddal történt 57 nappal és 127 nappal a kezelés után. Ezt Tiszavasváriban készítette Rász Tibor kollégám, tehát mindenkinek ilyen szép kukoricaállományt kívánjuk 2022-re. Köszönöm szépen. Hogyha átvehetem a szót, mert Tiszavasvári képet láttam. Nyugodtan. Tibor. És ugye az a megyém. Nem volt mindig ilyen szép ez a kukoricaállomány, annak ellenére, hogy a kollega ügyvezető növényvédős FMC technológiát használt, ugyanis tőlünk független ok miatt májusban bekövetkezett egy nagyon nagy hideg stressz, de erről hagy számoljon be ő a következő közel egy perces riportban, mondja elő az esetet, és hogyan segítette a stresszt a Rizomagic-kel. Családi vállalkozásban közel 900 hektár területen gazdálkodunk. A takarmány kukorica egy olyan 150 hektár, és FMC technológiát használjuk. A vetéskor a Radistart Gold 18 kg per hektár vetése egymenetben. A gyomítás a Diniro Golddal történik, és a tavaszon sajnos az időjárás eléggé vegyes volt. Hideg időjárás miatt a szépen kikelt állomány fázott, lilult, minden gondja volt, ezért még rizomag 4 liter per hektárral lekezeltük. A kezelés után nagyon szépen kialakult, és jelen pillanatban is gyommentesnek tűnik, gyakorlatilag egy jó termés várható. Reméljük, hogy a termés eredmények hozzák majd a kívánt eredményeket. Természetesen nem a stressz, hanem a stressz oldás segítette a Rizomagic-kel. Már abból is látszik, hogy a termés átlag 14,5 tonna per hektár lett, tehát rendkívül elégedett volt ő is a kezeléssel. Ugye nem csak hideg stressz volt a tavalyi évben, hanem ezen a hódmezővásárhelyi példán láthatjuk azt, hogyha asszályos az idő és a talaj típus is olyan, és szél van, akkor ugye könnyen homokveréses stresszbe kerülhet a kukoricaállomány. Ugye ezt észlelték, és azonnal a Rizomagic-hez nyúltak, és a Rizomagic kezelés után gyakorlatilag két héten belül a képen látható állomány állt elő, ami azért is fontos volt, hogy a korai stresszt kivédjék, mert másfél tonnával magasabb volt a termés átlag a betakarításkor, mint azon a területen, ahol nem alkalmazták a Rizomagic-et. Na most a ország déli részében ugye tudjuk, hogy sokkal nagyobb asszály volt, legalábbis egy bizonyos időszakban, mint északon. Itt látjuk a termés átlagokon is, hogy ez a 8 tonna ugye kevesebb, mint az előző említett 14,5, de ez a másfél tonna kukorica óriási érték, amit a Rizomagic-kel ugye sikerült megmenteni. Olyan sok termelő csak a saját személynek hiszi is, hogy a puding próbálja az evés, sokan próbálják ki az új készítményeket, akár egymás mellett is. Erre példa a Magyar Atádon, Somogy megyében történt egy üzemi vizsgálatban, ahol különféle az előbb említett csoportokba tartozó készítményeket vetettek be egymás ellen. Itt egy lomtrágya típusú, egy magas szerves anyagtartalmú típusú készítmény mellé a Rizomagic-et tették harmadiknak, és ugye a komplex összetevő hatás miatt is a legmagasabb termés átlagot láthatják a nézők, a Rizomagic-es területen mérték. Szeretnék még bemutatni egy hatósági vizsgálati eredményt, ami Nyíregyházán történt. Itt kisparcellás kezelések voltak 6 ismétlésben, és 3-4 leveles korban egy Rizomagic kezelés után 17%-os termés növekedés tapasztaltak betakarításkor, ami azért jelentős, hogyha belegondolunk, hogy egy 6 tonnás termés szintnél, ugye 17% az már egy tonna, ha pedig még magasabb termés szintnél számoljuk ki, akkor az még nagyobb, tehát ilyen 90 ezer forintos kukoricár, vagy 100 ezer forintos kukoricánál ugye az óriási árbevétel többlet, aminek a töredéke a Rizomagic kezelés.
Felmerülhet a kérés, hogyha most 3-4 leveles korban kezelünk, akkor nagyon sokáig kint alszik még az a kukorica, ugye akkor milyen más tényezők is befolyásolhatják. Egyébként később is van lehetőségünk beavatkozni, hogyha úgy körülmények úgy indokolják. Erre egy példa a Győr megyei tápon történt üzemi kezeléssor, ahol már a kukorica moly elleni védekezés miatti korragenes kezeléshez tették hozzá a rizomedzsiket, és elégedettek voltak, hiszen a kezelt táblákon 12 és 13 tonna fölötti terméseket május morzsoltban értendő tapasztaltak. Tehát elmondhatjuk, hogy kukoricában is többféle stressz esetén működik a rizomedzsik, illetve jól illeszthető a technológiába, akár rovarvédelembe, akár korábban gyomírtással egy menetben, hiszen a dinnyíró góldal is több helyen is alkalmazták már. Tibor, köszönöm szépen. Ez azért minden kukorica termelő számára elgondolkodtató, hogy 17% vagy éppen kilogramban kifejezve 1 tonna, 1,5 tonna plusz termés. Nem kell ezt forintosítani, úgy hiszem, hogy ez minden termelő számára tiszta. Egy pillanat erejéig, hagyj kanyarodjak még vissza a dinnyíró goldhoz. Itt közben már is érkezett egy kérdés, a kolléganőim ide csúsztatták az asztalomra. Egyik nagy termelő kérdezte, technikai probléma miatt nem hallotta, hogy a dinnyíró gold esetében mi a pontos oka, hogy 2 liter trend kerül a csomagba ebben az évben? Mondjuk már el ezt akkor. Hát az a pontos oka, hogy az időjárási körülmények rendkívül szélsőségesen alakulnak az elmúlt évjáratokban, és hogyha egy nedvesítőszernek megemeljük a dózisát, akkor magasabb vízre van lehetőségünk, hogy kijuttassuk magasabb vízzel a készítményeket, 3-400 literre is akár, hogyha van egy nagyon nagy párolgással rendelkező kijuttatási napunk, mondjuk nagyon meleg van, akkor ez egyértelműen segít a hatékonyságba, és hát vannak bizonyos gyomok, amelyeket nehezebb írtani, mondjuk a pont a meleg miatti viaszoltság miatt, vagy éppen a szőrös levelezettség miatt. Tehát ez miatt kell nekünk egy kicsit ezt fölemelni, hogy rugalmasabb legyen, még rugalmasabb legyen. Hát a magyarul, ha valaki több vízzel szeretne dolgozni, akkor ahhoz is elegendő. Lehetősége megvan rá. Ez jó, ez nagyon jó. Rendben, Lajos. Köszönöm szépen. Ez így azt hiszem, hogy mindenki számára kerekítette ezt az információt. Kukoricánál maradva, ahogy halad előre a fenológia, sajnos más növényvédelmi problémákkal is szembesülnünk kell. Mi a helyzet a rovarkártevők tekintetében? Mi a helyzet a molykártevők tekintetében? Foglaljuk már össze ezt a témakört. Köszönöm szépen a lehetőséget, Kalcsi. Hát, ugye minden kukorica termesztőt érint ez a probléma, ez gyakorlatilag a kukorica moly. Mondom ezt azért, mert szinte ahol ilyen növényt termesztenek, mindenhol tapasztalható volt a jelenléte az elmúlt évben, és a károkozása is. Mi több a dia is ezt mutatná, hol az alsó kukoricacső egy kukorica mollyal fertőzött törőlet leszakítva, mellette 20 cm-re lévő, mondjuk az, hogy egészséges, ami sokkal nagyobb is ráadásul, az kukorica molytól nem volt fertőzve. Most innentől kezdve minden gazdálkodó el tudja gondolni, hogy ha egy 5, egy 10 vagy egy 20%-os fertőzöttség van, mekkora kiesést jelent. Tehát a kukorica moly az, ami károsítóként minden gazdálkodót, aki kukorica termesztéssel foglalkozik, érint. Egy kicsit speciálisabb már a gyapottok bagolylepkének a kérdése. Hozzáteszem azt, hogy az utolsó 1-2 esztendő volt az, ahol szinte általánosságban megjelent. Mi azért mondom, hogy speciális, mert az által okozott kár az nem mennyiségi, hanem inkább minőségi. Hiszen a cső rágásával, a toxinok, vagy a gombák megjelenésével és a toxinok megjelenésével minőségi kártevőként van jelen. És vannak bizonyos esetek, állattartó telepek, stb. Saját takarmány termelés és előállítás, ahol ennek szempontja lehet, de nem biztos, hogy ez általános érvényű. És végül, de nem utolsó sorban 2021-ben megjelent a kukoricabogár, és annak az imágója is, mert eddig dőléseket láttunk. Ami az érdekessége volt a tavalyi esztendőnek az, hogy megjelentek olyan kukoricaállományokban is, ahol első éves volt az állomány, a mellette lévő több évesről átterjedt, és olyan mértékben tudott megjelenni egy-egy csővégen, gyakorlatilag a bibér szinte talra rágva, hogy mindezek eredőjeképpen úgymond madárkás kukorica csövek képződtek, mint ahogy látszik is, hogy nagyjából egy harmadát lehetett megtermékenyült szemként megtalálni a teljesen megtermékenyülttel szemben. Tehát ezek a
állati kártevők ezek bizony mindenhol, vagy nagyon sokféle jelentőséggel bírtak. Az elmondottak sorrendjében a gazdasági jelentőségük viszont úgy csökkent. Szabolcs, elég sokan már a technológiában elhelyezik a rovarölőszeres védekezést majok ellen, egyéb kártevők ellen. Mire számítson az a termelő, aki ugyan a problémát már látja, hiszen járja a területét, de még nem hozta meg azt a döntést, hogy védekezni fog. Tehát ő mire számíthat, mire alapozhat? Következő díj talán a legjobb erre az eshetőségre, és választ is ad erre a kérdésre, ami szerint a felső kukoricacső az egy kezeletlen, még az alsó a képen látható az a Koragennel kezdődött, mondjuk ki ezt a terméknevet, ami nekünk és főleg nekem a legkedvesebb. Mondom ezt azért, mert a kukoricamoly esetében, vagy akár a gyapotó bagolylepke esetében a Koragen lesz az unikális, vagy mondhatom azt, hogy piacvezető készítmény, ami segít ezt a problémát megoldani. Egy picit pontosítanék is a védekezés és az időzítés szempontjából, méghozzá annyiban, hogy amikor a fertőzöttség mértéke a 10-15%-ot eléri, nyilván ez gazdasági kérdés is, és a felvásárlási árakkal összefüggésben van, eléri, akkor a gazdálkodó tudja, hogy kell védekezni. A következő kérdés az, hogy mikor tegye ezt. Korábban azt mondtuk, hogy 6. hó közepe táján érdemes gondolkodni már a védekezésben, mi több a vége fele csináljuk meg. Ez annyiban változott, ha az elmúlt 2-3 esztendőben, amikor egy ilyen csapadékosabb, hűvösebb nyár előtt egy száraz meleg követett, lásd tavaly év, amikor június vége, július elejétől száraz meleg időszakok jöttek, akkor megjelent a gyapotó bagolylepke is, úgymond másodlagos kártevőként, és az ellene való védekezés is érdekessé vált, ahogy említettem bizonyos esetekben. Na most a tapasztalat az, hogyha július közepére tesszük a védekezést, és koragennel védekezünk, és hidas traktorral, egy 300 liter vízzel be tudjuk fedni a növényünket, akkor az előre haladott, még bábozódás előtt lévő kukoricamoly minden egyedét el tudjuk pusztítani a területről, illetve az induló gyapotó bagolylepke fertőzést is meg tudjuk oldani. Tehát gyakorlatilag egyszer egy árokukoricában hatékonyan tudunk védekezni, mondhatom, hogy az összes fontos biológiai ágens ellen, a koragen segítségével. Annyit megtennék, hogyha van kukoricabogár a területünkön imágó formájában, akkor a gent egy piretudós kiegészítéssel célszerű megerősíteni. Ellenkező esetben viszont az említett első két nagyon fontos kártevő ellen tökéletes megoldást fog adni. Szabolcs, ez nagyon szépen köszönöm, ez elég jól rávetített a problémára. Te ugye Békés megyében dolgozol, korábban Csongrádban, Bács megyében, tehát az Alföld déli részén. De mi a helyzet azoknál a termelőknél, akik az ország közepén, északabbra, akár nyugaton dolgoznak? Tehát náluk mi a helyzet? Van-e az FMC-nek ezzel kapcsolatban adatsora? Az FMC-nek nagyon sok kukoricamoly csapdája van, többféle is, amelyeket évek óta helyez ki gazdálkodó kollégákhoz, növényvédősökhöz, akik vannak olyan lelkesek, hogy leolvassák ezen csapdák fogás eredményeit, mi több rögzítik az Evalio honlapján, amelyeket bárki megnézhet, akit érdekel a téma. Ilyen diagramot, mint amit itt a délalföldi régióban ezen kollégák segítségével, amit ezúton is köszönök, van szerencsém most levetíteni, ilyet többször láttuk már, ugye nagyon szépen kirajzolódik mind az első, mind a második nemzedéke a kukoricamolynak, ami viszont 2020-ban és megerősítésképpen 21-ben is elmondható, hogy például Délnyugat-Magyarországon, vagy Észak-Nyugat-Magyarországon, vagy bocsánat, Észak-Kelet-Magyarországon, vagy Észak-Nyugat-Magyarországon, tehát gyakorlatilag az egész országot lefedően jelen volt a károsító. Mi több az első nemzedék volt mindenhol a legfontosabb, a legnagyobb. Az egy másik kérdés, hogy voltak bizonyos ország részek, ahol a második nemzedék is egy nagyobb egyedszámban jelentkezett, de védekezni az első nemzedék ellen kell, védekezni a koragennel, ezen károsító ellen tudunk a leghatékonyabban, de most már azt mondhatjuk, hogy az egész országra kiterjedően egyformán fontos módon minden kukoricatermesztő számára. Tehát bárhol is termel kukoricát az itt ülő hallgatóság, nézősereg, fontos, hogy komolyan kövesse a kukoricamoly gyakorlatok bagolylepke megjelenését.
Most, hogyha valaki eldönti, és úgy, esetleg világíts már arra, hogy hányan védekeznek ma Magyarországon kukorica, vagy apotok, bagoly, lepkelne. Tehát, ha valaki eldönti, hogy védekezik, akkor ő milyen mekkora mennyiségű termés megmentésére számíthat? Említetted ezt a termésméréses vizsgálatsorozatot is. Igen. Egyrészt ott kezdeném, hogy az árukukorica termesztők körében nyilván, mert a probléma is egyre általánosabb a Kárpát-medencében, így a koragén felhasználás is egyre nő. Tehát több százezer hektárnál nagyobb nagyságrendről beszélhetünk már, ami évre élévre folyamatosan nő, és ezért is említettem már, hogy piacvezető termékről beszélhetünk a koragénnek köszönhetően, vagy koragén esetében, pontosan ezen tulajdonságai miatt. Hogy ezt erősítsem, azok a számadatok, méghozzá a megmentett termésről beszélhetnék, és abból az oldalról közelíteném meg. Tehát 2021-ben több mint 20 termelő kollega az ország minden részéről vállalta, hogy a kukorica területét táblafelezéses módszerrel megvizsgálja, úgy, hogy az egyik felét lekezeli koragánnal, a másikat viszont nem. Feltételezve, hogy azonos és homogén táblákról van szó, azonos technológiával, azonos hibrid választással, csak egy dologban tér el ez a koragán, így akkor ennek a hatását mérhetjük. Ezeket az eredményeket visszaküldték számunkra, amelyet most egy diában szeretnék bemutatni, amelyből az derül ki, hogy akár rosszabb, akár jobb termőhajadottságok mellett a kukorica termesztő körében több mint 20 termelő gazdaság átlagában 0,6 tonnás megmentett termést adott egy darab egyszeri koragenes kezelés, ebben a július közepi időszakban, a július 10-e környékén végzett kezelésnek köszönhetően. Na most a 0,6 nyilván itt már elhangzott a kukorica termés átlaga, azért ki lehet, vagy termény árak, ezeknek a felszorzásával kiderül, hogy egy koragenes kezelés akár 3-4-szeres megtérülést is adott a gazdálkodók számára. Ugye ezek elég jó számok voltak, és sajnos az országnak a középső vagy déli részein azért nem 8-9 tonnás kukorica termésekről lehetett beszámolni, hanem sokszor ettől szerényebbekről is. Na most például Batonyai viszonylatban, ami azért jó adottság, de eső hiányában, jó adottságú terület, de eső hiányában ugyanúgy nem fog jól teremni. Na most itt egy fél tonnás termést adott a koragenes kezelés, amelyet hozamtérképe, hozamkombánnyal betakarított kukoricánál, itt a táblázatnak, vagy a táblának az alsó részén jól látva, vizuálisan is láthatunk, hogy ez megtérült, ez visszaadódott. Mint ahogy az adott képek is mutatják itt a kultúr növényről, hogy egy kezeletlen az üszkös, illetve a gyapotokos, míg a kezelet az egészséges. De tovább megyek még egy utolsó gondolat erejéig, az pedig nem csak a megmentett termés mennyisége oldaláról, hanem a minőség oldaláról közelíteném meg, ahol ez a koragenes terméséréses vizsgálat volt, ahol a gazdálkodó bemérte a toxintartalmát a kezeltnek és kezeletlennek, melyből az derült ki, hogy a kezelt koragennel kezelt kukoricában nem lehetett toxint találni, míg a kezeletlen esetében ez egy szembeötlő 0,43 mg per terménykilogram volt. Hol van ennek jelentősége? Ugye a megmentett termés mindenkit érint, de az állattenyésztők kínlódnak, hogyha szabad így fogalmazni, a magas terményárak és az alacsony felvásárlási árak mellett. Ugye ott, amikor toxinkötőket kell használni, és toxinus takarmány kell be, vagy kell megetetni az állatokkal, ezt gyakorlatilag meg tudjuk előzni sokkal olcsóban, sokkal hatékonyabban kint a szántóföldön a koragenes kezeléssel. Tehát gyakorlatilag a koragen, azt mondhatom, hogy minden kukorica termesztőnek és állattartó telepnek is épp annyira fontos a gazdaságos tevékenység elérése érdekében. Szabolcs, nagyon szépen köszönöm, és ez a termés hozamméréses térkép tetszett egyiket, amit kiemelnék nekem is, mert hiszen szinte már minden komoly termelő rendelkezik ilyen berendezéssel, tehát innentől kezdve ő maga is meg tudja csinálni a saját maga igazolására a jövőben ezt a típusú vizsgálatot, hogyha szeretné ezt ellenőrizni, tehát ez mindenképpen tanulság.
Mi az, amiben az FMC tud még? Azt tudom, hogy ugye a területi képviselők, főleg ebben a nyári időszakban nagyon sok kukoricatáblát bejárnak a termelőkkel közösen. De mi az a esetleg egyéb módszer, gondolva a precíziós gazdálkodásban rejlő lehetőségek egyre szélesebb elterjedés, hogy mi az a módszer, amivel még az FMC közre tud működni a kukoricatermesztés jövedelmezőségének javítása érdekében? Egy megoldás van, az pedig a zárka, melyikről a kolléganőm a Papanita szeretne egy pár gondolatot megosztani a hallgatósággal. Az FMC hosszú évek óta kiemelten kezeli a rovarmonitoring megfigyeléseket. Mind a kukoricamoly, mind pedig a gyapottok bagolylepke területén számos csapdatípust helyeztünk ki az ország területén, melyeknek fogási eredményeit az Evalio AgroSystems web felületünkön tettük közzé a gazdálkodók számára, ezzel segítve a koragen kezelések időzítését. 2022-től ezt egy új mobil applikáció váltja fel, melynek neve Arc Farm Intelligence, és ennek működését szeretném röviden összefoglalni. Hogyan is működik ez a rendszer? A korábbiaknak megfelelően csapdákat helyezünk ki az ország különböző területeire. Ezek a csapdák legnagyobb részben most automata csapdák lesznek, melyek felismerik, rögzítik a képet, illetve felismerik a kártevőt, valamint az adatot is rögzítik részünkre. Következő lépésben pedig ezek az adatok továbbításra kerülnek automatikusan az Arc Farm Intelligence adatbázisa felé. Ezt követően a felhasználók azonnal hozzáférhetnek ezekhez az adatokhoz, láthatják első kézből ezeket az élő adatokat, és ezeknek az élő adatoknak a segítségével tudnak következtetni arra, hogy mikor és hol szükséges a kezelés, illetve a beavatkozás a kártevők ellen. 2021-ben Békés megyében már teszteltük mind a csapdákat, mind pedig ezt a rendszert, és ennek a monitorképeivel szeretném bemutatni, hogy mit is láthatnak majd a felhasználók egy ennél még fejlettebb új applikációban. Egy rövid regisztrációt követően gyakorlatilag mindenki a saját maga által megjelölt csapdáknak az adataihoz hozzáfér, ahol látható rögtön a fogási kép, a fogások képe, amit rögzítettek ezek a csapdák, valamint egy vizuálisabb formában is az adott régiónak megjelennek a csapdái hőtérképen, illetve táblázatos formában is, ahol látható lesz, hogy hol erősödik a rajzás, illetve hol milyen rajzás szint mutatkozik. Ezen kívül az adott csapda linkjére kattintva rögtön megtekinthető az adott csapdához tartozó fogási diagram, és a fogási diagramról leolvasható, hogy hol tart az adott kártevő a rajzásban, emelkedő vagy pedig csökkenő tendenciát mutat-e, illetve éppen az adott napon vagy az megelőző napokon milyen volt a fogásszám. Egy kommunikációs platform is beépítésre került az applikációba, aminek segítségével tájékoztatni tudjuk partnereinket a rajzás változásáról, a rajzás csúcs eléréséről, illetve a szükséges kezelés időzítéséről. Hogyan is segít mindez a jövedelmezőségben? Egyrészt azzal, hogy a csapdákat kihelyezzük és működtetjük, valamint a rovar megfigyelést végezzük, ezzel jelentős költséget és időt tudunk megtakarítani a gazdálkodók részére. Ezek mellett az adott időben tájékoztatjuk őket a kártevő szintjének emelkedésének mértékéről, felhívjuk a figyelmüket a kezelés szükségességére és idejére, ezáltal akkor és ott fog beavatkozni, ahol erre valóban szükség van, tehát segítünk összességében a növényvédelmének a finom hangolásában. Összességében ez a rendszer 2022-től a gyapottok bagolylepke, illetve a kukoricamoly ellen is beállításra kerül. A szezon közelettével, tehát körülbelül májustól mind az Android, mind az iOS felhasználók részére elérhető lesz az App Store-ban, illetve a Google Play áruházban. Én köszönöm szépen a figyelmet! Szeretettel köszöntöm akkor újra Önöket. Gyakorlatilag most már elkezdjük a második részét itt a 2022-es első konferenciáknak. Nagyon köszönöm, hogy eddig is velünk tartanak, most is továbbra is velünk. Játékról annyit, hogy menet közben már felraktuk a linket, a válaszokat mi kollégáim folyamatosan elmondják, a kérdések alapján meg tudják majd válaszolni őket. Kérem, minél többen játszanak, fantasztikus ajándékaink vannak, póló, törölköző, katalógus, van egy gyönyörű naptárunk a kolléganőink fényképeivel, még mielőtt beindulnának a fantáziák a kolléganőink által készített fényképekkel. Gyönyörű tájképek vannak benne, szakmai anyagok, kedvencem BBCH skála,
úgyhogy biztatom önöket, hogy csatlakozzanak a játékba is. Nagyon köszönöm, hogy eddig is kérdeztek tőlünk, volt már kérdés, amire most élőben válaszoltunk, a kérdések nagy részére majd utólagosan fogunk írásban válaszolni, és hogyha fölkészült mindenki, megérkeztek az új kollégák, körünkben ünnepeljük, vagy köszöntjük Jordán László urat, a Nébék NTA-nak a igazgatóját, már ebédni nagyon fontos információkat adott át nekünk, figyeljük őt is figyelemmel, mert nagyon lényeges változások lesznek, és átadnám a szót Karcsinak, hogy akkor a második etapot is elkezdje. Köszönöm szépen. Kedves Ákos, nagyon szépen köszönöm, én is üdvözlöm az új tímet, részben megújult új tímet. Közben érkezett egy újabb kérdés, hogy a csomagokban, az egyikben törölköző lesz, a másikban póló, nem? Megnyugtatok mindenkit, hogy mindegyik csomagban, mindegyik ajándék benne lesz, úgyhogy úgy elég bőséges csomag kerül kisorsolásra. De visszatérve a komoly témákra, a gazdasági elemzés összefoglalóban a napraforgó megjelent, mint az egyik az olajos növények között az egyik legjövedelmezőbb növény. A gabonagyomirtás témakörében megjelent, mint a napraforgó, mint gyomnövény, árvakelésként megjelenő gyomnövény. Foglaljuk már össze, hogy a napraforgó gyomirtásban, napraforgó termesztésben milyen változások figyelhetők meg, így nyilván FMC szemszögből. Illést. Köszönöm szépen. Összefoglalóan kijelenthetjük, hogy a napraforgó jelentősége az évről évre folyamatosan növekszik. Mint ahogy Karcsi is említette, az egyik legjobban jövedelmező növényünké vált 2021-ben ezekkel a terményárak mellett. A területe is folyamatosan növekszik évről évre. A terület növekedésnek gyakorlatilag csak a vetésforgó szab gátat. 2021-ben mintegy 664 ezer hektáron termesztettünk napraforgót, ebből a legnagyobb területen Szolnok megyében 91 ezer hektár fölött volt az elvetett terület. Azt is bátran kijelenthetjük, hogy jelenleg több mint 200 ezer hektáron express toleráns hibrid kerül elvetésre. Nagyon népszerű növény a napraforgó olyan szempontból, hogy biztonságos és hatékony a termesztése, hiszen megfelelő növényvédelmi technológiák állnak rendelkezésre, gondolok itt a gyomírtásra, illetve egy fontos, hogy évről évre egyre újabb és korszerűbb hibridek jelennek meg, új nemesítések, itt láthatók azok a nemesítő házak, akiknek a kínálatában express toleráns napraforgók már elérhetők, folyamatosan bővül a paletta, hiszen a technológiának két eleme van, egyrészt az express toleráns napraforgó hibrid, illetve maga a gyomírtó. Itt át is térnék fontos technológiai kérdésre a napraforgó esetében, az pedig a gyomírtás. Ugye itt az express gyomírtásról kellene beszélnem, mindig nehéz helyzetben vagyok, hogy hogyan is beszéljek egy olyan témáról, amit már gyakorlatilag kijelenthetjük, hogy mindenki ismer az országban, hiszen nagyon sokan használták, vagy évről évre használják nagy megelégedettséggel. Inkább összefoglalnám a technológiának azokat az előnyeit, előnyös tulajdonságait, ami miatt biztonságosabbá válik vele a napraforgó termesztés. Ugye az expresses gyomírtásnak nagyon nagy előnye az, hogy állományban kétszikűek ellen kiemelkedő hatékonysága van, kiemelten itt az évelő kétszikűek ellen, így például a mezei acet ellen. Kiváló szelektivitás, nincsen fitotoxicitás, egyáltalán nem figyelhetünk meg. Nagyon jó, nagyon gyors a hatás, nagyon jó az esőállóássága a terméknek, és nagyon fontos elem, hogy nincsen utóveteménykorlátozás. Ami még egy nagyon fontos lehetőségünk a gyomírtásban, az a rugalmas kijuttatás. Ugye gyakorlatilag szinte csak a gyomok fenológiájához kell igazítanunk a gyomírtásunkat, illetve nagyon fontos lehetőség, ami a kezünkben van, az pedig az osztott kezelés lehetősége. Ha visszagondolunk 2021-es vagy a 20-as évre, de inkább nézzük a 2021-eset, az közelebb volt, egy hosszú, extrém hideg tavasz volt jellemző, ahol az állományok is és a gyomok is vontatottan keltek, nagyon vontatott volt a fejlődés, a kezdeti fejlődés, különböző fenológiában voltak a gyomok is, a napraforgóink is a területen. Ebben a helyzetben gyakorlatilag egy folyamatos gyomkelés mellett csak az osztott kezelés nyújtotta azt a biztonságot, hogy a gyomírtásunkat sikeresen meg tudjuk valósítani. Összefoglalna az expresses technológia, ennyit szeretnék mondani. Köszönöm szépen, Illés. Ugye itt most szóltál az expressről. Hagy tegyek föl egy kicsit provokatív kérdést. Néha a termelők próbálnak úgymond okosban megoldásokat találni. És azt mondják, hogy talán választanak ők olyan gyomírtószert erre az express toleráns napraforgó területre, amit máshogy hívnak. Milyen kockázatot vállalnak ezzel?
Én azt gondolom, hogy egy ilyen növény esetében, mint a napraforgó, ami ilyen nagy jövedelmezőségű, azt gondolom, semmi értelme felesleges kockázatot bevállalni, hiszen ha olyan terméket használunk, aminek nincsen engedélye napraforgóban, akkor kockáztatjuk egyrészt azt, hogy az állományunk sérül, akár gondoljunk a tavalyi évre, vagy tavaly előtti évbe, komplett táblák semmisültek meg gyakorlatilag egy félrekezelt kezelés következtében, és így több százezer forintos haszontól búcsúzhatunk el. Nem beszélve arról, hogy nyilván fekete technológiát alkalmazunk abban az esetben, hogyha nem engedélyezett terméket használunk. Úgyhogy mindenkit óvnék ettől, tehát csak az engedélyezett, napraforgóban engedélyezett gyomírtószerek használatát javaslom. Ez jelenleg most az Express és az Evora elhajó. Az Evora Express, így jó. Van. Illés, akkor foglald már össze, légy szíves a termelők számára, hogy a komplett gyomírtási technológiáját a napraforgónak. Ezen az ábrán látszik a gyomírtási technológiai javaslatunk. Magrókelő ecikű gyomok ellen alapkezelésben a Successor 600-at javasoljuk 2 liter per hektár dózisban kiutatva. Ugye ez egy klasszikus preemergens anyag, tehát bemosó csapadék szükséges a működéséhez. Állományban kétszikűek ellen az előbb említett Express 50SX termékünket javasoljuk nyilván használatra. Illetve abban az esetben, hogyha a területünkön erőteljesebb a parlagfújfertőzés, vagy a vadkender, vagy az évelő kétszikiek nagyon nagy nyomásban vannak jelen, akkor javasoljuk használatra az Express-es technológia továbbfejlesztett elemét, az Evorel Express-et, ugye plusz egy hatóanyag ki van egészítve a termék, így markánsabb a kétszikiek elleni hatás, a vadkender esetében a hím és nőivarú egyedeket is el tudja pusztítani az Evorel Express használata. Annyit szeretnék még a termékhez hozzáfűzni, hogy ugyanazok az előnyök, mint az Express-nél itt is megvannak, tehát az osztott kezelés lehetősége ugyanúgy fennáll, illetve nincs utóvetemi korlátozás. Még egy dologról szeretnék ezzel kapcsolatban beszélni, hogy Evorel Express használata esetén, ugye a napraforgó hibridtől egy erőteljesebb tolerancia szint, amit elvárható, tehát ha valaki ezt a terméket akarja használni, mindenféleképpen egyeztesse a vetőmagos kollégákkal, vagy az FMC-s területi szakmérnökökkel. Köszönöm szépen, Illés. Viszonylag ritkán esik szó a napraforgó rovar kártevő elleni védekezésről. Milyen tapasztalatok születtek tavaly? Van-e valami javaslat az FMC részéről? Igen, hát mindig azt mondom, hogy figyeljünk a részletekre, hiszen sokszor látjuk a gyönyörű szép napraforgó területünket, ami gyommentes, hiszen jól sikerült a gyomírtásunk, viszont mikor közelebb érünk, akkor látjuk akár ezeket a tüneteket. Ezeket a fényképeket én Szolnok megye a déli részén Cibakházán készítettem, meg szemléztük az állományt, és bizony azt vettük észre, hogy gyönyörű nagy napraforgók szinte mindegyike levéltetű fertőzött. Ugye a levéltetvek évről évre szaporodnak, a meleg időjárás, az extrém meleg nyarak gyakorlatilag nagyon kedveznek nekik. A betelepülés szinte az egész vegetációs időszakban folyik már párleveles állapottól egészen a csúcs időszak, az a virágzáskorban van. Nyilván védekezni azért egy korai fejlettségi stádiumban érdemes. Itt már egy kicsit megcsúszott kezelés volt, viszont Rapid plusz Rizomagic kombinációjával gyakorlatilag visszosztuk ezt a növényt, termés depresszió nem jelentkezett, egy 3 tonna fölötti termés volt az átlag, tehát nagyon jól sikerült végeredményben. Amit a levéltetvekről még megemlítenék, Magyarországon gyakorlatilag amely levéltetvű fajok napraforgóban leggyakrabban károsítók, az a fekete répa levéltetvű és a sárga szilva levéltetvű. Ezek ellen pedig a mi javaslatunk a Rapid, itt a képen már látszik, gyakorlatilag a mikrokapszulázott piretroidunk, amely nagyon alacsony dózisban hatékony a levéltetvek ellen. A termék nagy előnye a hosszú hatástartam, tehát az időjárástól függően 2-4, akár 5 nap is lehet. Fontos előnye a hőállóság, az UV állóság és a jó esőállóság ennek a terméknek, tehát egy rapidos kezeléssel, akár kombinációjonban meg tudjuk védeni a növényünket, a kezdeti fejlődési stádiumban lévő napraforgónkat a levéltetve kártételétől. Köszönöm szépen. Van egy hozzászólónk, úgy látom. Már venni a szót egy pár percre, hiszen nem menjünk úgy túl a napraforgón, hogy a stresszoldásról ne ejtsünk szót, hiszen nem csak a biológiai ágánság, hogy a levéltető és más, akár gombák okozhatnak stresszt, ezek ellen azért van növényvédőszerünk, nem is rosszak, ugye, hanem akár a abiotikus stressz tényezők időjárásiak, vagy akár korábban beszéltünk a gyomírtásról, gyomírtáshoz köthető stressz tényezők is előfordulhatnak. Express gyomírtás, ugye láttuk, teljesen tökéletes, bevált, évek óta alkalmazzák. Vannak más megoldások, amelyeknél esetleg akár
problémák is előfordulhatnak. Yellow flash hatást ugye több termelő már tapasztalt, vagy akár időjárási tényezők együttállása és talaj viszonyok, tehát arra gondolok, hogyha 1% alatti a szerves anyagtartalom, bizonyos típusú készítmények nagy csapadék hatására kárt tehetnek, akár csak átmenetileg is a napraforgóban. Tehát ugye itt az expresses technológiáról, ilyenről nem beszélünk, viszont ha már ebbe belefutottunk más esetén, akkor is van lehetőség akár egy rizomagic-es kezeléssel kivédeni ezt a stresszt. Itt a baloldali képen láthatjuk a stresszes állományt. Itt Zala megyében, Pókaszepetken rizomagic kezelés után 14 nappal ezt a képet láthatták. Itt a kollega még több felvételt készített előtte is, meg utána is, csak az idő rövidsége miatt ezt a két látványos képet tettem be, tehát két hét alatt gyakorlatilag teljesen kiheverte ezt a stresszt a napraforgó. Milyen stresszek lehetnek még? Tavaly fotóztam Szabolcs megyében ezt a napraforgót, ami hát nem túl ideális, de hát ha egyszer csak homok talaj van, akkor egy homokon elvetett napraforgót mutat, ami május végén egy hideg stresszt szenvedett. Június 2-án készült a baloldali kép, ott a kollega eldöntötte, hogy rizomagic-et fog alkalmazni, és gyakorlatilag két hét múlva lényegesen erősebb állomány láttunk a területen, tehát hideg stressz esetén is érdemes a rizomagic-kel dolgozni. Még egy tarpai képet szeretnék megmutatni, ahol a kollega a július 8-ai fotón, egyébként itt egy videóriport is készült, amit megnézhetnek majd a nézők, hallgatók a honlapunkon. Tehát ezelőtt a kép előtt két hónap alatt 20 mm csapadék hullott le összesen, és mégis ilyen szép az állomány, viszont kétszer alkalmazta rizomagic-et a termelő partnerünk, és egyszer június elején a pozdiumirtással, egyszer pedig június derekán, a bór kezeléssel. És ő jelezte, mérte, hogy 3 helyett 3,5 tonna volt a termés a kezelt táblán, ahol a rizomagic-et alkalmazta, tehát gyakorlatilag hallottuk már ugye a terményárakat, 5 mázsa napraforgó azért az ugye elég jelentős, ennek a töredéke, a költség a rizomagic esetében, és ugye lehet látni az említett példák alapján, hogy különböző stresszeknél alkalmazhatjuk, és technológiába illeszthetjük, akár ott is, ahol nincs stressz, mint például itt a látóképi kísérletünkben, ahol volt a kontroll, üzemi technológia és a rizomagic. Itt is kétre alkalmazták, itt a gyomírtás, illetve a gombaölőszeres kezeléssel együtt 2-2 literben, és itt is hozta azt az 5 mázsa termés töbletet, és gyakorlatilag ennél a termés színnél ez közel 20%-os emelést jelent. A fotó is mutatja a kezeletlen melletti jobbra kezelt parcellán, hogy milyen látványos volt a hatása. Köszönöm szépen, Tibi. Hát nem beszélve arról, hogy ilyen napraforgó árak mellett, amelyek talán most is élnek még, és bízom abban, hogy az új napraforgóra is majd élni fognak, ez különösen fontos és magas eredmény. Az olajos növények közé tartozik ugye az őszi káposzta repce. Ezzel kapcsolatban azért már nem egy ilyen egyértelműen pozitív a helyzet, hanem mindenféle dolgokat sajnos el kell mondani. Ezzel kapcsolatban nem tudom, Ákos, talán foglald már össze, hogy milyen információkat gyűjtöttél össze a repce termesztés kapcsán. Köszönöm a Karcsi a kérdést. Hát igen, utóbbi 10 évben második jelentősebb olajos növényünk a repce, és utóbbi 10 évben körülbelül területe 300 000 hektáros termés vetésterületben csúcsosodott ki. Ami az utóbbi 2 évben jellemző volt, hogy ez csökkenésnek indult, ez leginkább az időjárás szélsőséges fordulásának volt betudható, ugyanis a kereslet iránta folyamatosan növekszik, és a termelők is jól tudják, hogy egy pénzes növényről, egy jó jövedelmező növényről van szó, tehát érdemes foglalkozni a termesztésével. És ezáltal lényegében 2 kérdést kaptam most, ezáltal feltékelődik a megvédése. Most, ami aktuális 22-ben, ugye előttünk álló szezonban a tavaszi védekezés tervezése, és itt főként a rovarvédelemre koncentrálva, főleg 4, ebből 3 ormányosunk, a nagyrepceormányos, a repce szárormányos és a repce becőormányos, valamint a végén a fénybogára kell koncentrálnunk. És általában ők is 2 hullámban jelentkeznek. Erre jó példa kártételük, a szárormányos. Ezt azért mutatom be éppen, hogy a szár szövetek kártételének jellemzése alapján
igen jelentős terméskiesést tud okozni, hogyha nem megfelelően végezzük el a védekezést. Erre viszont az FMC-nek megfelelő válasza van, ez pedig a Rapid CS DOE-ban összefoglalva, és egy speciális mikrokapszulázott formulációjának köszönhetően megkapjuk azt az elvárható tartalmhatást, UV-jel eső és hőállóságot, és alacsony dózisban tudjuk alkalmazni. Valamint az olajos formulációjának köszönhetően pedig igen jó a növényzeten való megszáradása alapján, jól alkalmazható. Ezen kívül jellemző az a repcetermesztők részéről, hogy szeretnek tank kombinációt alkalmazni, és a Rapid CS ennek is megfelel mindenképpen. Másik fő problematikánk, amit mondtam, a fénybogár. Ugye itt legfőképpen a zöldbimbós állapotban támadja meg a repcét. Konkrétan egy virágporfogyasztó állatról beszélünk, ami önmagában nem lenne probléma, de általában a zöldbimbós állapotban szeret berágni a bimbóba, és ezáltal okozza legfőképpen a kárt és a termés kiesést, amely számunkra nem kívánatos. Itt megint csak úgymond észnél kell lennie a termelőnek. Ugye itt gondolok egyrészt a 17-től folyamatos szerkivonásokra, valamint a már cégünk által is több vizsgálaton keresztül bizonyított piretroid rezisztenciára a fénybogár esetében. Ezt lényegében abba is hagytuk, és most már országosan elmondható, hogy kimondható, hogy 100%-os 22-re a fénybogár rezisztenciára piretroidokra nézve. De mit tudunk tenni? Egyrészt figyelnünk kell arra, magákat a táblákat folyamatosan ellenőrzésünk alatt kell tartani, tehát itt egy napi szemle mindenképp indokolt, ezen kívül a sárga tálas előrejelzésre tudunk támaszkodni, és ezáltal a megfelelő időzítést is meg tudjuk oldani. Követnünk kell ugyanígy a címkeleírásokat, a permetezési fordulókat, ezekre mind oda kell figyelnünk. Erre megint csak a fénybogár esetében egy kiváló terméket tudunk ajánlani, ez pedig az Avant. Itt a visszatérve a rezisztencia törőmegoldásra, 8-10 napos tartalmhatást tudunk vele alkalmazásával elérni, és mivel a zöld bimbó, ez kiemelten fontos, egyrészt a fénybogár miatt, hiszen hogy megakadályozzuk a kártételét, másrészt a véhek ilyenkor nem járják a táblákat, és szintén ki kell emeljem a jó keverhetőségét, alkalmazhatóságát. Ákos, köszönöm szépen, tehát azért két elég jó rovarölőszer eszköz áll rendelkezésre azok számára, akiknek jó sikerült az ősszel elvetni a repcéjüket, és ki tudják keleszteni, de sajnos nem minden repce terület van jó állapotban, épp esetleg az ősz szárasság, vagy éppen az elhúzódó kelés, vagy még nem tudjuk, hogy lesz-e koratavaszi fagy, hogy ezek milyen mértékben gátolhatják a repce tavasz indulását. Milyen eszközünk, milyen lehetősége van az FMC-nek arra, hogy ebben a tavasz indulásban segítse a repce fejlődését? Máté, talán te vagy ebben az egyik legszakavatottabb. Köszönöm a kérdést. A repce intenzív növényvédelme mellett megfelelő hangsúlyt kell fektetni a harmonikus növénytáplálásra is. Ugye jelenleg a műtrágya helyzetet figyelembe véve, és látva azt, hogy milyen időjárási körülmények vannak, mindenképpen érdemes támaszkodnunk a levélen keresztüli tápanyag visszapótlásra. Ugye a repce esetében egy intenzív növényvédelmi munka folyik a területen, szokták mondani, hogy a szántóföldnek a szőlője, és a termelőnek egy jogos elvárása az, hogy a növényvédős kezelések mellé egy megfelelő lomtrágyát is be tudjon illeszteni. De ha már lomtrágyázunk, érdemes arra figyelni, hogy ne egy mono lomtrágyát használjunk, hanem egy komplex készítményt, ami tartalmaz makro, mikroelemeket és mezoelemeket is. Az FMC kínálatában elérhető a komplex kénesbor, ami ezeknek a kívánalmaknak teljes mértékben megfelel. A készítmény esetében én kiemelném elsősorban a kenet. Ugye a kén az egy kifejezetten fontos tápelem, egyrészt az aminosavaknak az építőeleme, emellett részt vesz a fehérje bioszintézisben, és a kén nagyban befolyásolja az olajképződés pozitív irányba. A borról sem szabad elfeledkezni. Az őszi borpótlás mellett a tavaszi legalább kétszeri borpótlás az nagyban tudja segíteni a hajtáscsúcsnak a képződését, emellett a
a virágkötést és a megfelelő magképződést. A komplex kénesbor készítményünk a nitrogén mellett tartalmaz ugye kenet, de a kénben még külön van kén, trioxid, aztán mangán, molibdén, cink és réz. A nyomelemeken belül pedig ugye található, itt ami kifejezetten fontos lehet a réz, a mangán és a cink, ez pedig a növénynek az általános ellenálló képességét a betegségekkel, kártevőkkel szemben nagyban fokozza. És amit mindenképpen még kiemelnék, hogy árérték arányban, ez a komplex kénesbor készítmény 320 g per liter borkomplexet tartalmaz, ami jelenleg a piacon a legjobb, legmagasabb bor tartalmú készítmény. Én mindenkit arra biztatok, hogy használják ezt a készítményt, mert kifizetődik. A stresszkezeléssel kapcsolatosan pedig átadnám a szót Rácz Tibor kollégámnak. Köszönöm szépen, ugye elhangzott, hogy a repce intenzív növényi vált, intenzív növény, tehát már igényli a kezdetektől a odafigyelést, beavatkozást, különösen akkor, amikor esetleg vetés időszakban nem biztos, hogy jó talajt tudunk készíteni, nem mindig ideális a csapadék, akár a gyomírtásra, akár a repce növekedésére. Mutatnék néhány példát, hogy hogy sikerült alkalmazni 2021-ben a repcetermesztésben a Rizomagic-et. Itt egy tiszavasvári területet látunk, ahol a kollégával szemléztük szeptember végén a repcét. Elmondom, hogy a október 20-ig bezárólag a vetéstől kezdve nem volt csapadék, elmondta a kollega nekem ezt, viszont precíziós gazdálkodást folytat, nagyon jó gépei vannak, odafigyel, és mikor láttuk, hogy ilyen az állomány, akkor ő másnap Rizomagic-et juttatott ki a területre, és gyakorlatilag 3 hét múlva jelezte, hogy menjek, nézzük meg, és nagyon szép volt az állomány, a jobb oldali képen láthatjuk. Aztán kiástunk néhány növényt, tudni akartuk, hogy milyen a gyökérzete, hiszen ez legalább olyan fontos a repce télállósága szempontjából. Elmondom, hogy nagyon kemény volt a talaj, ugye nem volt csapadék, nagyon nehéz volt kiásni, úgyhogy ne szakadjon el, hiszen meglepően hosszú volt a repce gyökere, illetve erős, itt láthatjuk, hogy az autóra feltettük és lefotoztuk, tehát mindenképpen tud segíteni ilyen időszakban is a Rizomagic. Aztán ugye nem biztos, hogy mindig ideális talajon tudunk termeszteni. Egy másik példa Dunántúl a Veszprém megyéből. A kollégám mondta, hogy azon a területen olyanok a viszonyok, hogy már 3 tonna termés átlag az nagyon ritka és nagyon jó termésnek számít. És ezen a területen alkalmazták 21-ben a Rizomagic-et, és örültek nagyon, mert 3,21 tonna volt a termés átlag, tehát mindenképpen perspektívikusnak bizonyult. Ha még nyugatabbra megyünk, Sopron-Horpácson egy kutatóintézetben vizsgálták egy kicsit szélesebb összefüggésben a Rizomagic-et. A control standard mellett ugye harmadikként szerepelt, és nem csak a termés átlagot, hanem az olajtartalmat is vizsgálták, és mind a két paraméterben a Rizomagic-es kezelés bizonyult a legjobbnak, ahogy ezt a képen is ugye látjuk. Tehát elmondhatjuk a repcében, hogy különböző stresszek esetén, ugye korábban mondtam az összetételét, ebből adódóan be tudjuk vetni a Rizomagic-et, és nagyon jó illeszkedik a technológiába, akár ősszel már, akár tavasszal, hiszen a Rapiddal, a Rizával, vagy akár az előbb említett komplex kénesborral is ki tudjuk ütetni, és a gazdaságosságát pedig szerintem nem kell már ecsetelni, hiszen példákkal bizonyítottuk a főbb növények körében. Nagyon sok növényben alkalmaztuk még egyébként, csak itt most az idő rövidsége miatt nem álmodom be ezeket bemutatni, rengeteg anyag van még, videó, fotó és grafika. Tibikém, azt gondoltuk, hogy a szántóföldi növények kapcsán neked a Rizomagic-kel van tapasztalatod, de nem tudom, hogy tudnék-e olyan zöldségnövényt mondani, amiben esetleg nem volt vizsgálati eredmény vagy tapasztalat. Tehát itt a karfiolon át az összes többi növény nagyon sok eredményt sikerült begyűjteni. Visszatérve a komolyabb kérdésekre, nagyon sok dolog elhangzott. Elmélyedtünk itt a szakmai kérdésekben, de szeretném megkérdezni, hogy maradt-e valami fontos dolog ki, készül-e esetleg az FMC valamilyen akcióval itt a tavaszi időszakra, amelyre pénzügyi szempontból is érdemes figyelni. Nem tudom, Gyula, erre te fogsz válaszolni, vagy kit kérjünk fel? Erről nem volt szó. Na, akkor jó, akkor gondoljuk végig, hogy mi lehet, hogy mire is gondolsz talán. Én azt hiszem, hogy egy fontos dologra hívnám fel a figyelmet, ami itt van. A csomagjainkat elmondtuk mindenek, amiben mindenkinek gazdasági előnyt tudunk biztosítani, árelőnyöket, aminek a mértéke 6-8-10% akár, hogyha szólóba vásároltak. De ezekről nem akarok beszélni, mert tulajdonképpen a kereskedőknek a kérdése, hogy
ezek kereskedelmi kérdések is, a növényvédelmi nagykereskedő határozza meg az árakat, de mi az irányba megyünk, hogy itt meglegyenek a kedvezmények. Hogyha ezen felül kellene valamit megemlíteni, amit még most említettünk, akkor én azt hiszem, hogy a radistált goldra ott emelhetném ki, amit tavaly kezdtünk el bevezetni, és egy igen sikeres évet zárhattunk, mert kifogytunk belőle, nem tudtunk adni a végén, olyan volt az igény. Ennek következtében már az őszre is gyártattunk le belőle, amiért most már a piacra ki is került, de úgy gondoltuk, hogy azokat a termelőket, akik korán döntenek, azért jutalmazzuk azzal, hogy egy közel 10%-os árelőnyt adunk a szezonár, várható szezonárhoz képest, akik március 15-éig ezt a terméket, vagy március közepéig, nem tudom pontosan, hogy melyik lesz az a nap, addig a kereskedőknél megrendelik, és a kereskedők megrendelik nálunk. Tehát biztatok mindenkit arra, hogy aki gondolja, hogy ezt a növényt el kellene indítani tisztességesen, és itt hallottuk, hogy ez a kezdeti fejlődés nagyon sok növénynél rendkívül fontos, és ez a radistált gold ilyen műtrágyárak mellett azért ebbe is vannak olyan tápelemek, amellett, hogy alga is van benne, biztosít egy olyan induló energiát a növénynek, ami talán gülmai terméstöbletbe jelentkezik. Én azt hiszem, hogy akkor ennyi az, amit hozzátednék most itt, Kalcsi. Hát meg vagy elégedve meg veled. Egyet legalább tudtam mondani, nagyon jó. Tehát a termelőknek érdemes keresni a Radistart Gold elővásárlási akciót. Jó. Nagyon jó. Most érnénk oda, hogy bejelentsem, hogy a játékból még 5 perc van hátra, tehát a felület még 5 percig él, 5 percig lehet még válaszolni a kérdésekre. Egy nagyon rövid témakörben érintenénk a zöldség és gyümölcs növények növényvédelmét, de aki bővebb információkat szeretne hallani, őket már most meghívom, február 15-én, hát sajnos nem személyesen, hanem ugyanígy online formában fogunk tartani egy zöldség-gyümölcs online FMC növényvédelmi konferenciát, de mégis Kertcsilánónak azok számára, akik a szántóföldön is érdeklődnek ezen témakörrel, szeretném, hogyha térnénk ki egy pár percre a szájazapír termékcsaláddal kapcsolatban, hogy hol tart az engedélyeztetés, milyen termelői tapasztalatok születtek ebben talán. Jani, te vagy a legtapasztaltabb, légy szíves, foglald már ezt össze egy pár percben. Köszönöm szépen, Karcsi, és nagy tisztelettel üdvözlöm a nézőket. Hát én úgy gondolom, hogy a szájazapír portfólió és ez a hatóanyag talán a legnépszerűbb és a legszélesebb körben használható Magyarországon, sőt megnéztem az Unióban, nálunk van a legtöbb kultúrában engedélyezve már ez a termék. Jelenleg 3 különböző terméket különböztetünk meg. Az egyik a Benevia, ami a képen láthatóan a zöldségkertészeknek fog nagy segítséget nyújtani, a szántóföldi termesztőknek. Tőle jobbra az Exirel, aminek a tavalyi év végén kibővítésre került az engedélyokirata, itt a gyümölcstermesztők fogják tudni ezt használni. Tőle balra pedig a Verimark, amit a hajtatásban tevékenykedők ismerhetnek már néhány éve. A Benevia bevezetésével kezdtük 2019-ben. Ez a hatóanyag egyébként egy szenzációs, nagyon széles hatásspektrumú hatóanyag. Itt a lepke és rágókártevőkön kívül már a szívókártevők ellen is hatékony, a hatását pedig kontakt és felszívódó módon is kifejti. Mindelem mellett transzlamináris a hatása, tehát a levelek színét, hogyha lepermetezem, akkor a fonákján is el fognak pusztulni a kártevő, gondolok itt például egy megbúvó trips vagy levéltető problémára. Valódi tojásölő emellett a termék. A lepermetezett tojáscsomókból már nem fognak kikelni a lárvák, ha pedig egy lepermetezett levélfelületet közelít meg egy rovarkártevő, akkor jó eséllyel le sem tud petézni oda, vagy ha mégis, akkor nem fog belőle kikelni a lárva. Néhány esetet említenék. Káposztafélékben a liszteskék ellen 90% feletti a hatékonysága,
Burgonyában a burgonya bogár ellen én úgy gondolom, hogy ezzel a rövid 2-3 év alatt az első számú készítményé nőtte ki magát. Vöröshagymában és hagymafélékben egyszerre tudunk védekezni a dohánytripsz és a hagymalégy ellen, és ez egy unikális, egyedülálló megoldás. A gyökérzöldségekben pedig egyre nagyobb problémát okoz a sárgarépa légy, és itt egy jó megoldás lehet a Benevia célzott időben történő alkalmazása. A következő termék, ami új engedélyt kapott, az az Exirel. Ugyanez a hatóanyag tartalom, de a formulációja a gyümölcsösökre lett kifejlesztve. A korábbi években ezt cseresznye megyben lehetett használni szükséghelyzeti engedéllyel, azonban az idei évtől már nagyon széles az engedélyezett kultúráknak a köre, almás termésűekben, szilvában, cseresznyében, megyben, szőlőben, akár csemege, akár borszőlő, és a bogyós termésűekben is használható, és ez olyan komoly problémák ellen nyújt megoldás, mint a cseresznyelégy, a foltos szárnyú muslica, a szőlőkabóca. Mivel ez egy új hatóanyag, egy teljesen új hatásmechanizmust képvisel, ezért egy új lehetőség is az olyan régóta ismert kártevők ellen, mint az araszolólepkék, almamoly, szilvamoly, sodrómolyok, vagy akár a szőlőmoly is. Évente kétszer lehet használni, és nagyon rövid, 3-10 nap az élelmezésügyi várakozási ideje, attól függ, hogy melyik kultúráról beszélünk, viszont a tartalmhatása hosszú 9, de akár 19 nap is lehet, ez kártevőtől és kultúrától függ. Az utolsó, amiről pedig szeretnék néhány szót említeni, az a Verimark. Ez ennek a hatóanyagnak a kifejezetten a csepegtető öntözésre specializált formulációja. A gyökerek a gyökérzónába kijutatva ezt a készítményt sokkal jobban felszívják, mint a társait. Ezt hajtatásban szükséghelyzeti engedéllyel lehetett használni a paradicsom, paprika, uborka és tojásgyümölcs termelőknek. Vélhetően ezt idén is fogják tudni használni. Azonban végleges engedéllyel rendelkezik mind a szamóca termesztésben, mind pedig a káposzta termesztésben. A káposztánál úgy, hogy egy olyan régi, egyedülálló megoldást keltett újra életre, mint a kiültetés előtti rovarölőszeres bemártás. A káposztalégy ellen, kis káposztalégy ellen talán ez az egyetlen hatékony megoldás, így tudunk a leginkább védekezni. Még egy apró mondat, eddig ezt a terméket 1 literes kiszerelésben lehetett kapni, az idei évtől azonban egy kisebb, 1 decis kiszerelésben lehet ezt megvásárolni, így egy kicsit könnyebben hozzájutnak a termelők. Én most ennyit szerettem volna, de sokkal részletesebben fogunk egy hónap múlva beszélni erről az egész portfólióról. Jani, nagyon szépen köszönöm. Megszámoltam, ez alatt a pár perc alatt 14-szer használtad az engedély szót, tehát biztosan ez amiatt van, hogy az engedélyező hatóság igazgatója Jordán László mellett ülsz, de egyébként ami a valóságban ehhez a témához hozzá tartozik, hogy itt köszönjük szépen a hatóságnak az együttműködését, hiszen ez is része annak, hogy ez a termékcsalád, ez a hatóanyagcsalád Európában az egyik legszélesebb engedélyokirattal rendelkezik, illetve az ide vezető úton is elég sok esetben szükséghelyzeti engedélyekkel is sikerült a tapasztalatokat, a termelői tapasztalatokat bővíteni. De Jordán László urat nem ezért hívtuk ide, hogy ezt a köszönetet elmondjuk, hanem egy sokkal, mondhatom azt, hogy hálátlan, vagy inkább munkásabb feladatra szeretnénk megkérni. Van egy fő kérdésem, meg két kísérő kérdésem. A fő kérdés, én azt hiszem, hogy az itt ülő hallgatókat, nézőket is nagyon sokakat foglalkoztat, hogy mit jelent az, hogy farm to fork, mit jelent az, hogy green deal, mit jelent az, hogy az asztal, a termőföldtől az asztalig, mi lesz 2030 után, 2030. január 1-től. Rengeteg kérdés, én úgy hiszem, hogy egyre több választ szeretnénk adni, és ebben a pár percben mi is ezt szeretnénk kérni, hogy egy picit akár FMC-s termék példáján is, Laci, világíts már rá, hogy mi jön, mi következünk, és hogyan tudunk erre fölkészülni a jövőben. Parancsolj.
Köszönöm szépen a kérdést, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ha most egy konkrét választ tudnék adni erre a kérdésre, hogy 2030 után mi fog történni, akkor lehet, hogy nem itt ülnék. Minden esetre elmondom azokat az információkat, amiket tudok, és amiket tudni kell a Green Deal-lel kapcsolatban. Ez a Green Deal, az európai zöld megállapodás, ez egy olyan politikai program, amit az Európai Unió új elnöksége meghirdetett, és útjára indított. Gyakorlatilag arról van szó, hogy Európát egy olyan fenntartható pályára akarják állítani, amiről már sokan álmodtak, de még ebben a formában nem valósult meg, és elkívánják érni a klímasemlegességet, a teljes klímasemlegességet, amely egy nagyon ambíciózus dolog, és reméljük, hogy sikerülni is fog. A gazdasági élet minden területére programokat, stratégiákat alkottak, hogy hol mit kell elérni. Így a mezőgazdaságra is van stratégia. Ami minket érint, ami a növényvédelmet érinti, az a farm to fork, ez a kicsit hazabeszélve mondhatnám a termőföldtől az asztalig stratégia, ami nagyon érdekes és elsőre meghökkentő célokat fogalmaz meg nekünk, úgy, mint a műtrágya felhasználás jelentős csökkentése, de ami jobban érdekel minket, növényvédőszerek felhasználásából adódó kockázatok csökkentése, egy 50%-os csökkentés. És mielőtt ebbe belemennék, felhívnám a figyelmet még egy olyan kitűzött stratégiai célra, amiről még keveset beszéltünk, de valamilyen formában teljesíteni kell, ez az ökológiai gazdálkodásban vont területek arányának a növelése 2030-25%-ra, ami, hogyha azt nézzük, hogy most 6-nál tartunk, és hova kéne elérni 25%-ig, ez... Hát, hogy is mondjam, elég ambiciózusnak tűnik. Van, amelyik tagállamnak már sikerült, ott az alpesi legelők ebben nyilván sokat segítettek, nekünk nincsenek ilyen legelőink, nekünk máshogy kellene majd megoldani. De akkor nézzük most a növényvédelmet, hogy ez a bizonyos 50%-os csökkenés, ez valójában miből áll, miből tevődik össze. Nem arra kell gondolni, hogy... ami növényvédőszert eddig valaki felhasználhatott, majd onnantól kezdve fele annyi áll rendelkezésre. Ez így nem pontos. Mennyiségben és minőségben kell csökkentést elérni. Konkrétan úgy fogalmaz, hogy a növényvédőszerek felhasználásának és az abból fakadó kockázatokat kell csökkenteni. Na most, hogy lehet mérni? Erre egy objektív mérőszámot találtak ki az Európai Unióban, amit minden tagállam egységesen alkalmaz. Ez a harmonizált kockázati mutató, angol rövidítéssel HRI, amit minden évre ki kell számolni. Ennek alapja az egész évben értékesített, forgalmazott növényvédőszer mennyiség, ugyanis erről van exakt adatunk. Azt tudjuk pontosan, mert minden gyártó lejelenti, le kell jelentenie, hogy miből mennyit forgalmazott, tehát ez egy pontos adat. Felhasználásra nincsenek ilyen pontos adataink, de ha abból indulunk ki, hogy amit megvásároltak, előbb-utóbb ki is juttatják, mert mi másért vennék meg, akkor azt gondolom, hogy ilyen formában azért használható a forgalmazási adat. Tehát az alapja a forgalmazás, de súlyozni kell a forgalmazott növényvédőszer mennyiségét, attól függően, hogy milyen hatóanyagról beszélünk, hogy a hatóanyag és hatóanyag között környezeti terhelési vagy humántoxicitási szempontból rengeteg különbség lehet, ezért a hatóanyagokat 4 különböző csoportba sorolták, és attól függ, hogy melyik csoportba tartoznak, súlyozva veszik figyelembe a mutató kiszámítása során. Az első csoportba azok a hatóanyagok tartoznak, akik alacsony kockázatot jelentenek, ebben lehetnek mikrobiológiai készítmények, illetve kémiai anyagok. Na, ez a csoport nagyon karcsú, ez a lista nagyon rövid. Néhány, és nem is minden mikrobiológiai készítmény van itt, mert annyira szigorúak a kritériumok, hogy nagyon kevesen félnek bele. A legnépesebb csoport a második csoport. Gyakorlatilag itt van majdnem minden olyan növényvédőszer, legyen az mikrobiológiai készítmény, vagy akár kémiai anyag, aki most érvényes engedéllyel rendelkezik, kivéve a helyettesítésre kijelölt anyagokat. Ők egy külön csoportot alkotnak, ők vannak a hármas csoportban. Róluk annyit kell tudni, hogy... átmentek az engedélyezésen, tehát minden paraméterben megfelelnek azoknak az előírásoknak, ami Európában egyébként a világon a legszigorúbb.
de bizonyos paraméterekben nagyon, nagyon ott vannak már a határ közelében, és ezért úgymond helyettesítésre vannak kijelölve, tehát vagy másik készítménnyel, vagy más technológiával, nem feltétlen növényvédőszerrel, előbb-utóbb meg kell keresni a kiváltási lehetőséget. Tehát ők egy nagyobb környezeti kockázatot jelentő csoport. A negyedik csoportba sorolt hatóanyagok pedig azok a hatóanyagok, akik nem rendelkeznek engedéllyel, tehát gyakorlatilag szükséghelyzeti engedély formájában kapnak lehetőséget a felhasználásra. Most azért érdekesek a csoportok, mert a csoportba tartozáshoz mérten kapnak súlyt az átlag számítása során ezek a hatóanyagok. Az egyes csoportnál egyes a szorzó, tehát ott önmagukban kell figyelembe venni. A kettes csoportba tartozó, a legnépesebb csoportban már 8-as a szorzó, tehát 1 kg eladott mennyiséget 8-szorosan, 8 kg-ként, hogyha így értelmezem, kell figyelembe venni. A harmadik csoportnál 16-os, és a negyedik csoportnál, ahol a legkevésbé vizsgált, ezért a legnagyobb kockázatot jelentő hatóanyagok lehetnek, ott 64-szeres szorzóval kell figyelembe venni az eladott mennyiséget, és ebből képeznek egy képlet alapján egy átlagot, ami minden évben kiszámításra kerül. Na most az a mutató, amiről most már egy jó ideje próbálom elmondani, hogy miből áll, egy arányszámot jelent, aminek az alapja a 2015-16-17-es évek átlaga, őket tekintjük a kiindulás alapnak, a bázisnak, és a következő években a bázistól történő eltérést kell megjeleníteni ezzel a mutatóval. Talán, hogyha a következő grafikont mutatom, akkor sokkal egyértelműbb a dolog. Tehát ott van középen, lehet látni 2015-16-17-et, ahol a piros vonalnál, tehát a 100%-nál beállva van a diagramunk, és azóta az elmúlt években lehet látni, hogy ez a mutató csökkent. Most egészen pontosan ez a magyarországi eredményt mutatja. 2019-ben már 75-ön állt a mutató, 75%-on. Tehát, hogyha durva közelítéssel le akarok vonni egy következtetést, akkor azt mondom, hogy már felét teljesítettük az elvárásoknak. Azért nem kell hátradőlni, nem kell nagyon megnyugodni. Ez még csak 2 év eredménye, több év kell, hogy megerősítse statisztikailag a tendenciát, és kimondhassuk, hogy valóban jó pályán vagyunk, de minden esetre ígéretes. Főleg, hogyha az európai átlaghoz nézzük, ott ők még, az európai átlag még nem tart itt, még egy jó 10%-kal hátrébb van, mint mi. Tehát ez a 75-tel mi igen jó helyen vagyunk. Na most miből adódik ez a jó eredmény? Nem abból, hogy mindenki nagyon erősen odafigyel, hogy alacsonyabb kockázatú készítményt használjon, majd ide is jó lenne jutni valamikor, de azt gondolom, hogy itt elsősorban azoknak a hatóanyagoknak a felülvizsgálat és a felülvizsgálatból adódó kivonása mutatkozik meg, amik nagyobb környezeti kockázatot jelentettek, ezáltal kivonásra kerültek, és attól kisebb kockázatú növényvédőszerek alkalmazása került előtérbe helyettük, tehát emiatt csökkent egyelőre ez a mutató. Most van még egy mutató, amit érdemes elmondani, mert ezt is figyelni kell az EU-ban. Hasonló, mint az előző, de itt csak a kémiai anyagokat kell figyelembe venni, tehát az első csoport és a másodiknak a fele a mikrobiológiai készítmények kiestek. Itt is hasonlóak az elvárások, az eredmények hasonló tendenciát mutatnak, de nem annyira jók. Ez a magyar eredmény a veszélyesebb növényvédőszereknél. Itt még nem értük el a 75-öt, de az EU-s átlag sem olyan jó, mint ahol mi vagyunk. Tehát igazából azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar növényvédelmi gyakorlat az eredményeit tekintve azért még mindig fenntarthatóbb, mint az európai átlag. Most egy kicsit magunkra nézek és örülünk, de azért azt kell látni, hogy rengeteg munkánk van még, hogy elérjük azokat az elvárásokat, amit az Európai Unió, illetve ez a Farm to Fork stratégia elénk rakott. Kérted, Karcsi, hogy mondjak néhány példát is.
Ugye mondtam, hogy az egyes csoportból nem nagyon tudok példát hozni, hiszen nagyon, nagyon kevés tagja van ennek a csoportnak. A második csoportban majdnem minden engedélyezett készítmény benne van, de hogyha nevén akarom nevezni a hatóanyagokat, akkor a harmadik csoportban meg tudom említeni a diflufenikán vagy a metzulforon hatóanyagot, akik ugye 16-os szorzóval kerülnek figyelembevételre ebben a mutatóban, vagy a negyedik csoportnál ez egy hipotetikus dolog, hogyha valaki valami oknál fogva elő akarná venni újra ezt az etametzulforon hatóanyagú készítményt, mert mondjuk olyan gyom problémája van, amit mással nem tud megoldani repcébe, ez egy elvi lehetőség, akkor 64-szeres szorzóval rontaná a hazai statisztikát. De hát nyilván nem ez, ami a növényvédőszer megválasztásnál egy gazdát motivál. Nem is az ő feladata egyébként, hogy ezeket figyelemmel kísérje, ez a hatóság feladata. Nekünk kell olyan körülményeket teremteni és olyan szabályzókat hozni, hogy lehetőleg az első két csoportból, jó lenne, hogyha az elsőből, de nyilván itt a második megkerülhetetlen, az első két csoportból kerülnének ki azok a technológiák, amivel meg lehet oldani a növényvédelmi problémák többségét. Ha mégis a jövőbe kell nézni, mert nagyon sok kérdést kapunk, és mindenki azt várja tőlünk, vagy nagyon sokan mondják, hogy amikor megalkották a Green Deal-t, megalkották a Farm to Fork stratégiát, akkor nem számoltak azon, hogy hogyan fogjuk végrehajtani. Nem kaptunk muníciót ahhoz, hogy akkor a kivont hatóanyagok helyett mivel operáljunk, mivel védekezzünk. És akkor hogyan tovább? Erre azt tudom mondani, ugye, ahogy látjuk, hogy már vannak jelentős előrelépések az eredményekben, már elértük a 75-öt, bár a második etap sokkal nagyobb munkát fog jelenteni, de eddig tulajdonképpen a gazdáknak csak menni kellett az árral, hiszen megkapták a hatóanyag visszavonásokat, és nem tudtak mit csinálni, csak el kellett tűrni. Ellenben vannak lehetőségek, amiket tudatosan alkalmazva tovább lehet csökkenteni a növényvédelmi technológiában a növényvédőszerek felhasználását úgy, hogy a hatékonyság közben megmarad. Mire gondolok itt? Vannak olyan lehetőségek, amik mindig is a rendelkezésünkre álltak, csak talán nem vettük figyelembe elég hangsúlyosan. Sőt, lehet, hogy régen sokkal hangsúlyosabb volt. Most egy kicsit elkényelmesedtünk, mert növényvédőszerekkel sok mindent meg lehetett oldani. De hogyha újra előtérbe helyezzük az előrejelzést, az előrejelzésre alapozott védekezéseket, ami elvileg mindenütt kéne, hogy működjön, de hát tudjuk, hogy van még hova fejlődni, akkor adott esetben, és mondjuk itt elsősorban a gyümölcsösökre gondolok, ahol nagy számú kezelések vannak egy-egy évben, már néhány kezelés elhagyásával jelentős megtakarításokat lehet elérni. Itt még vannak tartalékok. Vannak tartalékaink, vagy vannak lehetőségeink új készítmények alkalmazásával, direkt nem mondok növényvédőszert, hiszen most bejöttek, és egyre több készítmény jön be, növénykondíció, biostimuláns készítmény, ami a növény ellenálló képességét fokozza. Nem csodaszer, nem fogja megoldani a problémákat, de segít abban, hogy talán kevesebb növényvédőszerrel ugyanazra a hatékonyságot meg tudjuk oldani, és ezek sokkal környezetbarátabb termékek, mint egy-egy szintetikus molekula. Tehát érdemes kipróbálni őket. Én mindenkinek azt mondom, hogy kis területen próbálja ki, értse meg, hogy mire való, meg kell tanulni velük dolgozni, mert tudni kell nyilván megfelelően alkalmazni, de van benne fantázia. És akkor itt van előttünk ez a digitális forradalom, amiben akarva akaratlan benne vagyunk, olyan megoldásokkal találkozunk a növényvédelemben is, ami óriási lehetőséget jelent a növényvédőszer felhasználás csökkentésébe. Ha csak arra gondolok, hogy több olyan kísérletről hallottam, ahol kamerával szerelik fel a permetezőgépet, és csak oda fúj gyomírtót, ahol felismerte a kamera a gyomnövényt, és a kultúrnövényre nem. Itt nagyságrendekkel lehet csökkenteni a felhasznált növényvédőszer mennyiségét adott területegységre vonatkoztatva. De a foltkezelések egy jó megoldásnak mutatkoznak, bár hozzá kell tenni, hogy ott még nem tartunk, hogy a preventív kezeléseket el tudjuk kerülni. Tehát van lehetőség ezekben a technológiákban, de sok esetben az elvárások sokkal előrébb járnak, mint amire jelenleg a technika, illetve a tudomány képes. De el fogunk jutni odáig, tehát a digitális
megoldások alkalmazása is egy jelentős lehetőség ahhoz, hogy tudjuk teljesíteni ezeket az elvárt célokat. Laci, nagyon szépen köszönöm. Engedd meg, hogy egy-két gondolattal én magam is csatlakozzak, kicsit kilépve a kérdező szerepből, de talán az elhangzott összefoglalók is, többek között az ARC rendszerünknek a bevezetése is pont ehhez részben a precíziós technológiához, és ezáltal az indokolt okszerű növényvédelemhez csatlakozik, tehát ez is eszköze lehet ennek a célnak a megvalósításának. A másik, amit itt mutattál a kategorizálásnál, ugye a Gyula által a bevezetőben említett termékek közül, ott ő ugye két csoportot említett meg, esetleg én annyitból fogalmaznám ezt meg, belelátva ebbe a témakörbe, hogy a hagyományosnak említett készítmények remélhetőleg minimum a kettes, de esetleg az egyes csoportba is tartozhatnak, míg az új biológiai fejlesztésű készítmények esetében pedig igen magas a reményünk, hogy ezek már olyan fejlesztési tematikával készülnek ezek a termékek, hogy bizonyára az egyes kategóriában fognak tartozni. Kiemelve azt, hogy aki alaposan nézte a termékeket és a termék nevek alatt lévő kategóriákat, látta, hogy ott is több biológiai növénykondicionáló is szerepelt. Én ennyiből nagyon szépen köszönöm erre az első hosszabb kérdésre adott választ, és két rövid kérdést szeretnék még föltenni. Az egyik az, hogy a hatóság részéről az elmúlt években nem csak az FMC részéről, úgy általában is elég nagy fogadókészséget láttunk a kiskultúrás engedélyek kapcsán, hogy mi várható, folytatódhat ez a rugalmasság, vagy éppen ezek az új rendszerek esetleg lassíthatják, vagy nehezíthetik a kiskultúrák ellátását? Tulajdonképpen mind a kettő, mert nehezítik a feltételeket természetesen az új előírások. Ugyanakkor, amit 2012-ben elindítottunk folyamatot a kiskultúrás technológia fejlesztésekre, ennek a folyamatnak töretlenül mennie kell tovább. Nagyon sok okból támogatni kell a kiskultúrák termelését, és mi ebben úgy tudunk segítséget nyújtani, hogyha rendelkezésre állítjuk azokat a növényvédelmi technológiákat, azokat a növényvédőszereket, amivel megoldható a kiskultúrák növényvédelme. Tehát prioritás fognak élvezni az idei évben is, a jövő évben is, és folyamatosan, mert másképp nem fog menni, kiemelt figyelmet kell rájuk fordítani. Elég szűkös a kapacitásunk ezen a területen is, de ettől függetlenül mindent elkövetünk, hogy az a tendencia folytatódjon, ami az elmúlt években elindult. Ebben sok segítséget kapunk egyébként, egyre többen ismerik fel ennek a fontosságát. Most a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is beszállt ebbe a tevékenységbe, és próbálunk egy olyan együttműködést kialakítani, ahol ők segítik a mi munkánkat. Például ötletekkel, hogy mit kéne engedélyezni, ennek nagyon örülünk, de egyéb módon is megvan az együttműködés. Úgyhogy én azt gondolom, hogy idén legalább annyit, de még többet tudunk előre menni, mint az elmúlt évben. Ennek az eszköze azonban nem a szükséghelyzeti engedély, mint ahogy az elmúlt években volt, vagy legalábbis ahol lehet, nem akarjuk alkalmazni. Mert ugye jól lehet látni, hogy ezeken a mutatókon nem sokat segít, hogyha nagyon sok szükséghelyzeti engedélyt adunk ki. Egyébként nem is erre van kitalálva ez az intézmény. Próbálunk, ahol lehet, engedélyokirat kiterjesztéssel dolgozni, és inkább meglevő engedélyokiratokat terjesztünk ki kiskultúrás technológiára, kiskultúrás felhasználásra, mert ez mindenkinek jobb, sokkal könnyebb a termelőnek, sokkal könnyebb az engedélyesnek, és sokkal jobb nekünk is egyszer megdolgozni vele, és onnantól kezdve nem kell minden évben elővenni, és valamilyen formában engedélyt adni rá. Ha nem marad más megoldás, mert mondjuk nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok olyan számban, hogy meg tudjuk csinálni az engedélyokirat kiterjesztést, marad a szükséghelyzeti engedély, nyilván abban az esetben ki fogjuk adni. Jó, Naszi, köszönöm szépen, mert ezzel gyakorlatilag az utolsó kérdésemre is megadtad a választ, hogy milyen a hozzáállás jövőben a szükséghelyzeti, a derogációk kapcsán. Tehát ez mindenképpen azért lehetőségként megmarad, ami segítheti a termelőket, és remélhetőleg ez a kiskultúrások iratok kiterjesztése pedig még inkább bővíti az eszköztárat, mert azért az azért eléggé szűkül. Én nagyon szépen köszönöm, én ezzel kapcsolatban
A kérdéseimnek a végére értem. Köszönöm a résztvevőknek, mindenkinek a figyelmét, a válaszokat. Ahogy ígértük, a termelők, a nézők részéről beérkezett kérdéseket valamilyen formában meg fogjuk válaszolni. Erre itt most sajnos részletesen nincs időnk. Én elköszönésképpen átadom a szót Ákos kollégámnak, aki a játék eredményét fogja kihirdetni. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Én is köszönöm mindenkinek a részvételt, és akkor nézzük a megfejtéseket. 113 helyes megfejtés érkezett, itt a kolléganőim villám gyorsan szedték össze az értékelést, nem mindenhol kaptunk helységet a nevek mellé, úgyhogy majd igyekszünk majd kideríteni, hogy hova tudjuk küldeni majd az ajándékokat. És akkor megkérem a kolléganőmet, Papanitát, hogy nézzük sorrendben, ki lesz az a 10 játékos, aki kapja a csomagot. Mint ahogy Karcs is elmondta, minden csomagban minden lesz. Tehát nem csak egy póló, hanem minden. Az első nyerünk Babócsai Balázs, és pont egyes sorszámmal, tehát gyakorlatilag szerintem ő volt, aki ma legelőször beregisztrált, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a megtisztelő figyelmet és a játszást is. Nézzük akkor a következő. Tar Ferenc Nyíregyházáról kapja a következő csomagot neki, és majd eljutatjuk. Így van. A Jenei Lajos Békésről, úgyhogy egy földünk, úgyhogy neki külön köszönjük itt Szabi nevében is. Nagy Katalin Újkígyósról, szintén Békés megye, úgyhogy köszöntjük őt is. Konkoly Antal Egerről. Szobatársam volt az egyetemen, ha szabad megjegyeznem, nagyon rendes fiatal ember volt. Őri Arnold Csopakról. És a következő Klopp Béla Polgárdiból, akinek köszönjük a helyes válaszokat. Ezt viszont nem látom, mert ez nehéz lesz nekem elolvasni. Vince Viktor Gyoma Endrődről. Turcsányi Szilvia Kisszállásról. És Erdész Ferenc, ez az utolsó versenyzőnk, aki nyert. Nagyon szépen köszönjük a megtisztelő figyelmet, köszönjük szépen kedves vendégeinknek, hogy eljöttek ide, és segítették, emelték az FMC rendezvényének a fényét a kedves kollégáinknak, és még egyszer szeretném elmondani, hogy február 15-én várjuk Önöket szeretettel, főleg akik a kertészetben, zöldséggyümölcsben érdekeltek, február 15-én lesz a FMC-nek a kertészeti konferenciája, nagyon-nagyon izgalmas témákról. Tóth János kollégám már így kicsi ízelítőt adott ma belőle, úgyhogy akkor teljes részletességgel várjuk Önöket. Nagyon szépen köszönjük a megtisztelő figyelmüket, hogy velünk tartottak. Nagyon-nagyon jó, bőséges, jó új évet kívánunk Önöknek. Köszönjük szépen!